Még azt mondja, hogy kedvenc streamer. Oh, yes. Kedvenc streamer. Oh. Elmagyarázom. Jó. El fogom magyarázni, hogy miért érkeztem ilyen későn. Jó? Ha érdekel benneteket, persze. Nem biztos, hogy érdekel. De elmesélem, miért jöttem ilyen későn. Jó, akkor mindegy, nem mondom. Bocsánat. Én kérek elnézést. Nem úgy érzékelem, mintha kíváncsiak lennétek bármire is. Szóval... most sírni fogok. Pedig mindig őszinte voltam veletek. De úgy látom, ez már nem számít. Amúgy azért lett későn a stream, mert néztem egy játék megjelenést. Vágjátok azt a játékot, hogy The Day Before? Egy csomó hír volt róla, hogy biztos kamu játék, meg ilyenek. Azt néztem ilyen külföldi streamereknél, most jelent meg a játék. 40 euró, meg ilyenek. Azzal indult a játék, hogy egy csomó streamer a falba teleportált indulásnál. Vágod. Szóval jól indult a 40 eurós játék. Az egy nagyon jó, pozitív indulás, úgymond. Néztem, hogy megvegyem-e. Hát biztos, hogy nem veszem meg. 40 euróért. 10 eurót nem ér. Kinézete meg a fizikája alapján. Nagyon ilyen izé, hogy mondják ezt. Ilyen Tesco-s grafikája van. A játék, The Day Before. Írva, hogy THE, DAY, BE, FORE. Adorjan. Elbetűztem neked, úristen. Au. Daniel tud betűzni. Csoda. Csoda. Duranok egy ruhaboltba. Átvegy le egy királyból, nem királyba. Ez rajtad áll. Benito. Ez rajtad áll, barátom. Szia, most köszönöm szépen a szubot. Nagyon szépen köszönöm a szubocskát. Itt van publik is, szóval nem kell elteleportáljak. Itt csak egy kuka kellene, hogy belerakjam az adminos fegyveremet. Ugye admin fegyverrel nem nyomulunk. Látom,
ez csak azért jöttek ide, hogy táncoljanak, vagy mi? Én túsz, dehogy is. Tudjad már, hol vagy. Hol a helyed, jó? Tudok segíteni? Jó, kukát használom, orom. Jó. Mi volt ez a zöld? Ez. Fegyverengedélyt lehet venni a sarokba. Ja. Berakták ezt előtelep mellé egy fegyverboltot? Molotov koktél, gázmaszk. FFP 65000 dollár. Gyere, hozom a kocsim, majd szereld meg őket, jó? Szívesen. Kösz. Ez is nem van. Ez is tetszik a játékom amúgy, olyan szép a játékom, geci. Le a kalappal. Én is élvezek játszani vele. Hamar megcsinálta. Érted? Minek RP? RP csak a izéknek van. Buziknak. Kiterlöm a hipakódot, megvan. Ez kész van, uram. Sziasztok! Ennyi, ugye? Nézi a streamet. Jó, ez meg is van. Számlaszám? 80-as. Mosást is csináltam rá. Nagyon szépen köszönöm. Na, szívesen. Visszat.
Milyen napotok volt, srácok? Szépen köszönöm, hogy preferálsz engem. Sajnos. Úgy érzem, hogy te ennek örülsz kicsit. Srácok, nem válaszolnak rád? Nincs fent senki, vagy mi van? Hello, van itt valaki a rádió? Itt vagyok. Ma. Csá. Bá. Ah, ez a három gyermekes apuk hangot nem kérdeztem. Halló, fejezed be? MG-nek a társaim faszki van. Nem bírják én MG-zenek. De duranyuk egy boldat, ameddig csak ennyien vagyunk. Megszerzek valami izé, jó tételéreket, azt találkozunk a Hells feletti boltnál. Kell hozzá valami? Szeretnél látod valamelyik ötök? Hát vegyél magadnak, de van nálam, de vegyél inkább magadnak. Köszi. Rá mindig számíthatsz. Románul kommunikál az úr. Bósz, ne jegyél meg. Szevasz, Róka! Szia! Szia! Van kedvedelem tartani egy kis izé bulira. Zsidró Tamás vagyok, Mester Fodrász, üdvözlöm, miben segíthetek? Csak velem kell tartani. Most láttam hogy buzi felveszi más. Itt hallom az unokat, ez Sean vagy testvérem, öcsém hangját. Szia, Zero! Szia, öcsi! Ne haragudj, szerintem egy perccel előbb születtem, mint te, jó? Szevasz! Na jó. Szevasz. Úgy a csinálat. Mentek a boltba bevásárolni? Aha, megyünk. Családi veszünk kis szeszt, meg vízkőoldót, meg ilyenek. Jó, Zero, ne tarts fel a forgalmat. De hallod, hogyha legközelebb lassú tökötés írtad? Ha te farmer gatya, te jössz. Szia, hallasz? Való, hallasz? Igen, hallok. Tisztelt is. Buzi, ez dobál mindenki. Ezt ne hozzod, ez egy rosszul. Velünk tartasz 20 ezerért? Halló, 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 halló. Halló, hallasz, Gergő? Halló. Halló, halló, halló. A jobb oldaliban, ami mögötted van a docsba. Halló. Halló, halló. Tudom, megyek. Hallasz? Na, beülsz? Na, mondjad, vízul. Először is, az első észrevételem, hogy kibaszott volna Róka vagyok, személyes értésnek vettem, szeretném, ne haragudj, Lajhár, nem Lajhár, nem Hiéna. Így most már egy fokkal azért jó, köszönöm szépen, bemutatkoznék Zsidró Tamás vagyok. Örvendek szerencsén. Mester Fodrász, nézzük csak meg. Gyertek Hellsból, srácok, van túsz. Hogy micsoda? Mi van? Táncosok! Táncosok! Rosszul valami, milyen túlsz? Táncosok! Rendőrök! Európai izé rendőrcuszba nyomják. Az európai rendőrök szoktak lenni az izé zöld. Úgy hívják be. Ám dreptáté. Kumszenó. Na kiszállás, srácok, befele.
Most lefagyott a szerver? Senki nem reagál. Oh, nem áll! Szopjátok ki, bazd meg! Kurva anyját! Kurva anyját annak, aki ezt csinálja, érted? Unatkozol, bazd meg! Unalom van! Miért csinálják ezt velünk? Szia, Makesz! Hallod, Dani? Akkor valamit rosszul csinálsz, Tonikem. Közeleg a szeret... ezért? Aha. Akkor már mindent értek. Akkor már mindent értek, főnököm. Na. Dániel. Ilyet ne csináljál, nem szabad. Hát meglátjuk. Nem ígérek semmit előre. Fast reveal. Hát nem gondolkoztam még rajta. Kellene amúgy? Látok benne fantáziát? A penis reveal-be. Oj, Tony. Néha fáj amúgy a butaság, tudod? Az a baj, hogy én nagyon elfoglalt ember vagyok, tudod is. És nagyon nehéz, amikor valaki értetlen. Ezt ide bemásoltad? Ezt itt. Ha ezt nem másoltad be, magadnál úgy fogod megtalálni, nyomsz egy F8-at, open log, és a legutolsón valahol itt megkeresed. Majd beadod Ctrl F, add dons, és meg ki fogja adni. Oké, és... De tuti nem követed a videót, mert mondom, ha követed van, tudtad volna. Biztos vagyok benne, hogy nem követed a videót. Nyakamat, szüleimet, családomat, jövőmet ráteszem, hogy Tonikám, te végtekerted a videót és kihagytál valamit. Ha leszeted a legfrissebb risédet, bemásoltad a 5M Plugins mappába, vagy feltelepítetted a 5M Plugins mappába, akkor mennie kell. Hát ez fasza volt. Kurva anyját. Magukat.
Futok kocsiért, mindjárt jövök. Nem venni rádió. Ennyi. Jaj. Nem tudok erre mit mondani. Jó, gyorsan futottál, hát. Ugye? Ilyet még nem láttam, geci. Igyekeztem, azért érted nem ám, hogy itt szórakozom. A Dorian, hagyjál békén. Ajtós. Ilyenkor egy, ez izé négy személyes srácok mi van? Ja, igen. De hát az, meg kéne, igen, meg kéne várni azt, hogy biztos nem várom meg. Én sem várom meg. Robogjunk, osztok. Hát még azért ne. Picit még várjuk. Ja, jöjjnek a rendőrök is vissza a városba. Tegnap ebbe a... Itt van. Ebbe a kisbe Ghost tegnap kétszer is beleesett. Így van elég rendőr, durrantom. Ebben meg izé. Mondta a pult meg egy világ. Jó, bocsánat, ott kívánom. Akkor a 35 ezer dollár, amit itt ígértek. Van Isten, Grájcsadó. Hát ha neked lehet köcsögnek lenni, én is lehetek köcsög, nem? Én nem mondtam 35 ezeret. Milyen 35 ezerről volt szó? Kim beszélt 35 ezerről? 20 ezerről volt szó végig. Semmi. Nem volt semmi. Ja, nekem el kell törni mindent, értem. Szia, milyen soundpacket használsz? Suboknak fent van DC-ben. Felszubolsz, összekötöd a Twitch-el a DC-t, akkor meg fog jelenni egy szekció, ami csak suboknak van. Nem szoktam kitűzni. Hát akkor mit tűznék ki? Akkor tartsottam az én a mának élek mindig. Nem gondolok annyira bele a jövőbe. Sok jót nem jelent. De nem nincs fegyver. Tartsod már, mert bejönnek. Ilyen, hogy mondjak, ilyen explózív ember vagyok. Vagyok testvérem egy fegyver. Hogyha valamit akarok, akkor hirtelen belállok és csinálom. Nem az van, hogy beállítom és akkor hát elérem az év végére, hogy valami, érted. Mert ez... Úgy működik, hogyha valami érdekel, akkor csinálod. De azt, hogy megfogadod. Tehát az a megfogadás az olyan, mintha olyasmit gondolkodna, ami nem érdekel annyira, de tök jó lesz ilyen tasknak az évre. Ezért rablunk, mennyi eszünk van. Csatornafejlesztés. Mit tudnék a csatornán fejleszteni? Kalapom, mi ott akarsz beszólni, ne erőltet. Hát gépfejlesztés az majd lesz előbb-utóbb. Nekem is van különben. Feliratkozás? Hát... Fogod, hát azokra jó. Is. Ami így gondoltam, hát ha meg lesz év végre, az a 10 000 követő Twitch-en. Igen. De nem lesz meg. Tudod, hogy miért ilyen különleges az meg? Na.
csak megkérdeztem, hogy tudod, de nem tudom. De jó van az. Nem tudom, hát akkor jó, ja, köszönöm. Jó. Ez milyen fegyver? Ez egy combat pistol? Így igaz. 40-90. Hányat tud kilőni egyszerre? Nem tudom. Az a baj... Az a baj a fejlesztéssel, hogy minél jobbat veszel... 5 másodperc alatt, és 2 mindent le kell cserélned. Na jó van. Kellebb nagyobb táp. Az még sörözik, te jó vagy. A 49-en a házba se fog beférni. De amúgy komolyan tolja már izén keresztül. És nyűg. Nem is csak az, hogy drága, még nyűg is. Lehúzza olyan. Ja, én tudom ellenfél, én szívesen válaszoltam. Tök jó, hogyha valaki előre meg tudja tervezni az éveit, vagy az évét, és akkor az őt motiválja, vagy nem tudom. Hú, megjöttök a rendőrök, kiszopjátok a nagy geszi fasz. Én inkább ilyen... Ez a beszéd, Nékcsú. Hát, én legalábbis olyan vagyok, akinek nagyon számít az, hogy mi történik körülötte. Tehát én eléggé tudom élvezni az életet úgy is, hogy nem történik semmi, úgymond a fizikai térben. És pletyi vagy bármi, és én már jól vagyok. Mennyi időt fog ez igénybe venni, nagy tiszteletem, mert eléggé elkezdett most görcsönni, hason nemrégiben ettem egy kis... Ugye, Nikcsú? Ebben közösek vagyunk. ...borjút, mondtak azt hiszem, és hogyha jól érzem... Az egyetlen, ami fontos, srácok, hogy legyen egy kis egészség, meg egy kis boldogság. Ez a kettő megvan, akkor hát nincs mit. Nincs miért vergődni. Figyelj, de hátra bemész. Én inkább azokat sajnálom, akiknek semmi elfoglaltságuk nincsen, és még depisek is. Rengeteg ilyen embert ismerek, aki nem tud mit kezdeni az életével. Azért is hátra. Hát ott van hátul az a... Hát a pénz nem minden. A pénz az csak a materiális életedet teszi könnyebbé. Az nem azt jelenti, hogy lelkileg jobban leszel hirtelen. A pénz az csak arra jó, hogy egyel kevesebb dologért aggódjál. Spániel? De még szegény embert nem láttam öngyilkosnak lenni. Te láttál? Én nem. És ez nagyon lényeges. Hogyha egy szegény csöves ember nem lesz öngyilkos, akkor azok, akik pénzzel rendelkeznek, vagy élettel rendelkeznek, miért lesznek öngyilkosak? Rengeteg sikeres ember öngyilkos. Mármint nem megtek, hanem itt... Érdekes konklúzió ez. Az, akiről nem várnád, hogy öngyilkos lesz, nem az öngyilkos lesz. Akire meg számítanál, mert olyan rossz élethelyzetben van, ott fekszenek az aluljáróba. Ott fekszenek az aluljáróba, nem tudom, mínusz 10 fokba. Télen. Maradjál már csendbe. És mégsem futnak ki a vonat elé például. Abba biztos vagyok, hogy egy hajléktalan sokkal pozitívabban tud megnyilvánulni az életről, mint az, akinek mondjuk minden megvan. Az, akinek nincs semmi, annak a kicsi is elég. Nem. Én kötöm a cipőmet. Míg akinek sok mindenje van, az egyre több mindent akar, érted? Eljöttek, Proxy 0722. Nem bannolva voltál véletlenül erről a csatornáról? Nem is kötöttem a cipőmet. Valami Proxy-t a múltkor bannoltunk. Nem szükséges. Én szerintem. Maradjunk annyiba, elhiszem. Meg szeretném kérdezni, hány darab túlszugonyt az elkövetők. Szeretet a lényeg, srácok. Szeretet van, akkor minden van. Rendben. Miért fogja pénzt Stargate? Na mindegy is. Ezt berádiózhatom? Nyugodtan. Mindenem haza családom. Te tisztárgyalról beszél, keresd az akcióparancsokat. Elkövetőknek egy darab túlszugon, hallgatom a követelésüket. Sziasztok, hello. Jó uram, ezért az egyetlen egy darab túlszér. Szeretnék kérni balra egy teljes szabadutat, jó? És ugye sok esetben gondolják azt azok az emberek, akik nincsenek jó anyagi helyzetben, hogy úristen, de jó lenne XY-nak lenni, akinek van pénze, meg jó autója.
És az a hiába van szép házi autó, hogyha valójában szenved. És a sok ember nem, ebben nem gondol bele, mindig csak arra gondol mindenki, hogy ú, de jó lenne, lenne egy jó kocsim. De bazdmeg, neked legalább ott a család. Érted? Fölkelsz, mit tudom én, átugrasz anyádhoz, vagy ott van például testvéreid, család, ilyesmi. A pénz az nagyon jó dolog, de nem az a, nem, nem az a kiút, vagy nem az, a, nem az az út a boldogság felé. De a pénz sok, minden me, sok mindent megkönnyít. Abba biztos vagyok. Akkor legyen szíves, uram, én is jobban érzem magam, ha van pénzem. De boldog sosem voltam pénz miatt. Voltak már egész jó melóim, amikor nem volt gond a pénz. Rólam van szó most? A financiális igényeimmel nem volt gond. Olyan szempontból boldog voltam, de minden más szempontból meg nem. Az egy külön, külön ilyen kategória van, amit pénzzel nem lehet feltölteni. Mentalitás? Hát igen, mentalitás. De a mentalitás is olyan dolog, hogy nem lehet csak úgy csettinteni egyet és hirtelen jó a mentalitása. Először menjünk, teljesítsék a kérés, és majd utána megy ki az úr. Kollégák egyébként, szedjék fel a blokkádot. Ezt mondani akartam én is különben már régebb óta, hogy nincsenek főszetek. Aztán már főszetek magam mögé. De amúgy adhatnak teljeset is, mert volt egy túszunk. Csak úgy teljeset. Teljeset adtunk. Igen? Na jó. Aha. Igen. Jó, csak itt filozófálok éppen gondolataimban. Ez a baj. Hát látom, hogy kilométer hiányod van. Figyeltél úgy egyáltalán, hogy merre megyünk? Ha szeretnék én gondolom bal, jobbra? Bocsánat. Balra. Rendben. Balra, jó. Te rendőr kollégának majd információkba szolgálni. Szia, Zebra. Kollega. Aha. Még brother. Kollega. Brother. Only. Brother. Igen. Thank you, sir. Biztonságot az ad a pénz, abban biztos vagyok, persze. Kilúkad a fogad, eltörik egy lábad, akkor egyből tudsz mihoz nyúlni is. Menni az orvoshoz. Azzal jöttek ki egységek egyébként? A legrosszabb dolog? A szép. Fizikai szempontból, vagy lelki szempontból? A főszedték. Jó, együtt meg is szeretnénk menni. Mindannyian. Mi készen állunk. Na jó, készen állok. Akkor már. Partra fel. Az elkövetőkkel, illetve a túsz kiengedtem az épületben. Na, mi történt, Nightmare? Mehetünk. Ez a beszél. Mi kell a geccenek, ez a szar. Szirenára indulunk. Én beleültem a nitróba, hát. Majd megnyitom, ha szólsz. Hát amúgy most elutalta neki 35 ezeret. Tényleg el. Te hülye vagy, bazd meg. Tudod jó, hogy nekem 20 ezer a max mindig. Kedvenc számot mondjatok. 10. Mi? 1008. Kösz. 961. Te a nitróval foglalkozz. Jó. A szósz, benyomom. Jó, csilis papot remélem nem ették. Én nem. Na, szia. Nekünk ez nem kell. Megvan tankolva a gép? Több mint félig van, ne aggódja. Azt mondod. A legrosszabb esetben repülünk össze-vissza. Ez baj. Bújjának néztek. Erről majd mesélj. Nálam sem. Legyetek bekötve, srácok, légy szíves. Be vagyok kötöm. Akkor bekötöttem magam, amikor még meg kis találták a zövet. Hát ez a más. Akkor voltam kötöm. What the fuck? Tudod, mikor tekerem a nitrót? Hát nem most. Hogy most lemegyünk? Nem csak nekem, valamiért jobban csúszik kocsi, mint az övé. Ja, hát mert tudod, ez egy rendvédelmi autó. Autó?
geci. Na, itt le. Én szerintem ez egy... jó. Ez le akarok menni, nem? Itt lent jobban tetszik. Na, ez a baj, van. Hát, uram. Na. Ezt hogy mondjam most? Meg fogom dobni hógolyóval, ha nem mennek el. Na, hát, nem, csak dobod. De miért sokkoltok ki a kocsiból, srácok? Mi a fasz? Volt. Nem sokkoltam, uram. Hát pedig de. Mindjárt már innen, mert megdobom hógolyóval. Hát itt már dobhat. Tényleg? Szálljanak ki. Dehogy szállok, hagyjuk. De miért szállnánk ki? Még van három felszültásunk. Mi a fasz csinálnak? Mit kell vergődni? Mi a vár az asszony otthon vagy? Mi? Miért kell egyből kisokkolni az embert a kocsiból? Ezt nem értem. Nem tudom, én mutam, vagy nem, de az hát de én nem sokkoltam. Hát most kisokkolt. És olyan hülyék vagytok, kiszálltok a kocsiból, és a kocsitok sincsen, szóval cső. De figyelj, az a szar az nem akar csúszni, bazd meg, ez fajta falig megy. Mennyi egy gyorsan, hogy nem szállnak be. Kéne egy kulcsszó, Dani. Mi kellene? Egy kulcsszó, egy jelzés. Ha mondasz szövet, akkor lelövöm őket. De jó. Lőj! Szó, de, nem, az úgy nem jó, az úgy nagyon feltűnő. Jó, majd lőj. Azt mondom, hogy csak is. Jó. A buta fasz. Hallod? Tovább mentek, nem is fékezett, mint semmi? Mint a szar, te ugázol előre. Akkor Dani, megvan a pulszó. Csok is süti. Csok is süti. Hogy is kell? Csok is süti. Ezzel sem még többet rabolni szerintem. Figyelj, ne rag... Le... De gondolom pont erre jártak az urak. Ja, tényleg nekem nem kell kimondani. Au. Úgy látszik, túsz, nem csúszik, de fék az itt benne. Vagy abban az. Köszönöm, hogy rátettél nagy pükkös gumikat, tudod. És erre teszel rá, terep gumit, akkor nem fog változni. A téli gumit. De hogy változik, sajnos ez nem így működik. Three people van benne, abból egy tud lőni többi nem. Pont lehógó. A sofőrt a lehógó úton. Ha már azt lehógóztad, akkor már mehetünk. Keresztény vagyok. Ja, bocs. Jó, van. Bocs. Miért nem állunk meg ezek a gondoltatások? Jaj. Igazoltatás. Szóval őt nekerre manitróktam, hogy mindig a lábam között. Á, ne nyújj ki, inkább ott hátul semmi, ez légy szíves. Hát itt van egy nitró vagy miatt a kömény. Felrobbanunk a végén. Kék palack. Tudod, a nagy piros gombot ne nyomd meg. Menekülünk.
ő ki? Elsőszerűen hallok. Na, ő is a ló. Azt hiszem az... Lehetnék. Ajj, a fejem! Ez már nagy sik. Próbálok alájuk férni, hát ha felborítom őket. Ez nem adta ki. Vannak az urak? Ez már füstő. Hát és szerintem már nagy volt. Ezek ilyen kiszállási mániája van ennek a csávónak. Ne szálljon már ki. Dormodik meg. Hát hiány. Nem volt a kezembe. Az meg. Legyen az nálad. Legyenek is futi. Ne. Most nézem, nem jövök fent még rádium se. Még nem. Nem kell a futni. Lögnek meg egy kirót. Jaj, fejem. Menj marrébb. Nem lehet kilökni izé hógolyóval a kerekét? Nézzem meg. Nem tudja. Kipróbálja. Bassz. Kéne bele gyúrni egy következőt. Nem megyek rosszabbá. Én is. A csoki süti lesz. Van! Öt is! Van valamelyik? Hallod, nézd már meg a partomon a jetski. Mi tudom, hogy fog hova? Nézd csak meg, de nem partod. Jetskiket. Partod? Hol nézem meg a partod? Ez nem lehet lemenni odáig, nem lehet a homokon menni meg ilyenek. Hát de hó van, van fagyva. Rá van fagyva a hó. Jó, Isten ez ne. Se foglalk tükről van fagyva, de már tömít ki az összesen. Kicsoda. Na vagyunk. Tandi? Nézzed a jetski! Itt volt? Na most innentől mi lesz? Futás a vízbe. Van ruhátok? Nincs. Dehogy van. Nekem van? Futás. A futás, bújjatok el. Intézed. Tudod, csak is süti, ha úgy van. Na kap. Nem ők meg hülye. Kocsival fognak lejönni. Repüljek!
Szerintem ők rosszul látták, hogy mi merre repültünk. Mit gondoltak? Be van zárva, geci. Elhiszed? Létezik ilyen? Itt vagy, Shadow. Dani, itt vagy. Persze, mondjad. Kérdezzek felével? Minek? Nem kell. De mi úgy bejöttünk ide, de egyikünk se gondolt rá, hogy én nem tudnék menni. Melyik jött a kordibáltal, hogy ennyi? Figyeld a HCRP-t, figyeld. Miért nem lehet körben nézni, miközben úszok? Ezt nem látják, hogy merre mentem. Dani, hogy állsz? Van heli benító. Oda repülök. Kell, hát nem, még nem tudtok segíteni. Várjál már meg. Jó, azért közelebb leszek el. Jobban teszed. Itt már Lorendor úr, geci, gyere már. Hol? Hát ott, a menjünk vissza, vigyük a Lorendor úr. Hát visszajönnek. Lövöm őket. Zárvalam, zárvalam, bazd meg. Bazd meg. Gyerünk, ne Gyere! Szártörő! Ne vigyázz el! Most komolyan, az a száz fel! Jézusom! Találd el a hidat, gyerünk! Nem maradt itt egy publik? Véletlenül az előző frakitól. Tom vagyok rá. Majd mindjárt. Hát majd találok egy autót, amiben van ruha. Most mi random vegyem vissza a száraz ruhámat? Hogy mire gondolsz? Az nem így működik. Honnan pedig nem jössz ki, he? Úgy csinálsz. Honnan nem jövök ki? Ahol vagy, mi is ott voltunk. Az állt útra tudsz is kijönni, de... Ki tudsz úszni ugyanúgy, hogy bementél oda. Ahol bementél, ott kell kimenned. Jó, de akkor kiveszem a bicómat, azt megyek azzal, érted? Leugratok a izé... Jó, de itt hol van nekik a kivevőjük? Hát, ez az, hogy nem tudni. Öbtanát, kiúsztunk. Nem már. Ott érjen, bazd meg. Srácok, jön a rossz idő. Ghost, te vagy az? Szálljál már itt a partra, beszállok. Lövöldöznek hát. A hülye benító az. De a AP-i volt a... De a vízre szállj már le és ide! Errefele gyere, haló!
hogy jövök én, csak... Geci, most olyan fehér minden, hogy látom a szememben a izi a foltokat. Nincsen posta. Letölt az egyik lapát a szárgyi hóhát. Geci. Ez személyes az a gépjármű. Nem. Állj már meg! Állj már meg! Maradjon! Maradjon! Megyünk vissza, he! Oké, kívülre fel tudtok szállni, de le van a füstővel gettél. Nem baj, megyünk! Nem baj, csak pírakja, mintig odaérünk. Szerintem itt a rendőr mögött. Nem. Mert akkor siessetek, bazd meg! Kívülre. De milyen négy személyes lesz, hogy kívülre kell leülni, he? Figyelj, lassan meg! Kapcsold be az övet, he, valahogy. Geci, induljon már be ez a szar, he? Ki van ilyen öt, bazd meg, he, honnan? Izgatos. Na hát ez menekülés, meg menekülés. Na így. De úgy tudni, hol hagytad? Csak felszállni nem izéket. Fogok vele, mert izé, nem tudom, hogy jobb volt a lézé. Hol? Irányítom a levegőben. Nézd meg a szárnyát, hát. Ne baszd rá, se nájt föl? Nem tudsz főszállni? Szállj föl! Ebből az egyik irányba azt leestek mind a ketten ki. Nem baj! Próbálj meg! Dani, hogy menekültél el tőlük? Nem jöttek utána? Hát elkezdtem úszni a ruhával, ugye ki is jöttem a partra, mert sokáig nem akarok fázni. Nagyjából ennyi. Nincsenek itt már, a kocsival elmentek, zatták. Egyébként nagyon hideg van itt kint, geci. De nem mert felszállni, hogy mi van? Felső száll, geci! Ja, akkor most csónakot játszunk, jó van. Na, legalább oda megyünk kizé. Ott lesz egy jó kut, már nincs oda vissza haza. Az egy milyen tejköd van. De be van fagyva a vízen. Van csak nekem? Hát ilyen salakos. Hát igen, ott itt a ház. De szíd baszt, már jó, de hideg van. Jaj, geci, ki az a hideg. Nem hagytam ebbe a repülőbe az LC-met, Ghost-ra. Nem tudom. Szerintem itt van hátul. Várjál, geci, kinyitom itt az első ajtót, Dani, várj egy picit, ne fázzál. Jó, hogy itt lenyitom ezt a kesi tartót, itt látok benne az elektronikus cigémet. Szia, Marki. Elborulunk? Na? Elborulunk. Itt vonjuk. Itt a hajóbérlőnél megállhatsz, mert nem bízok a szarodban. Így jó lesz, nem kell megállni. Jó ez lesz. Tökéletes. De egyáltalán merre mész? Jaj, sziget. Neki mész a szigetnek. Nem megyünk neki, ez így tökéletes lesz, érzem. Bízok, Ghostika. Nyomjad neki. Bízok benne, de forduljunk jobbra, Ghostika. Hova jobbra? Ne jobbra, egyenesen így, ahogy vagy. Hova jobbra, Benito? Mi, át akarsz menni Vice City-be, vagy mi a vicc? Jaj, akár. Már hattal akar menni. Ajajajajajaj. Akarok átmenni a... Egy kicsit balra, tedd, jobban, kerüljük ki ezt a száraz földet, te. Lehet lesz lezvonunk, mi a fasz csinálunk, akkor vízbe essünk, geci. Veled is előre. Leszállunk a reptéren, az tökéletes, nem? Velem csak többen vagytok. Ez biztos. Kicsókolok. Nem tudok semmit csinálni, csak lőni. Ajajaj. Wow. Szevasz. Leszállok az FFA-n. Nyomtok valami? Persze, csak érjünk haza. Amúgy a CZ-t mikor adtuk el? És adta el Makeszt. CZ-t? Már egy ideje. Az jó. Én átdutiztam, geci, azt nem tudtam összedutizni. Tök jó volt, geci. Benne van geci az Old Boys, benne van a CZ, benne van minden. De most nem is hova jött? Mit csinálunk? Oszlo! A reptére. Ja, azt látom. Őt. Könnyebben leszállok, mint izén. És így nem mi lesz? Kocsi, gondolom. Igen. Szóval kocsi. Ezt a menekülést... 10kpp. Minden GT Online-os jármű 10kpp. Tudod, hogy bementünk oda, nem tudtuk oda kijár.
van kocsi, a négy személyes. Nekem random. Négy személyes. Dik, neked ilyened is van. Gazdagéknál jó megy. Na, nekem meg van egy vizém. Kinyitom a csomagtartót. Kiveszem a ruhámat belőle. Dik, ott tartod a ruhádat. Há, van cseruhám egy csomó. Ja. Az ilyen esetekre. Hát nyilván olyat, ami belefér a városkébe, Bence. Olyanról van szó. Szevasz Tamás, kösz szépen a szót. Lehet burzsálni a kocsit? Én már itt ezt van. Ja, akkor jó van. Így kifújt az üdítő, Dani. Az baj. Nyalad fel. Beszélj már elpazarolni. Vizetett kókula, nem szeretem. Beszélte a kávét. Szegény srácok, mennek is a jövő hétnek. Egy kis crash, nem crash. Ja, hát jó, hát most nem lehet minden tökéletes. Minden tökéletes lenne, az meg is ijednék, hogy ez nem a való élet. Így elkezdni magunk csípkedni. Kelj fel, Dániel! Kelj fel! Ja, az üldözés nem volt rossz. Mikor a pita végén meg az egyik csávó azt mondta, hogy na ennyi, az ott hirtelen úgy felbaszta az agyamat. Akartam volna neki mondani, hogy meglátogatnám a familiádat. Aztán rájöttem, hogy nagyobb ember kell legyek ennél. Ja, esett a hód, el is olvadt. Nem kell annyi FPS, legyen fix 70 FPS-em. Fix 70 FPS-em lenne, annak örülnék a legjobban. Nem kell több. Legyen meg mindenhol a fix 70 FPS. Mozdulatlanul. Fix, 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 fix. De csak én sebesültem meg? Ja, bocs, vezetőn ülök. Neki is néha lemegy annyira amúgy. Na, beszállsz még? Szoktam, hogy streamit olyan szituáció van, amikor neki is bemegy hátra alá. Nagyon összetört a kocsi amúgy. Hát nekem is megy az OBS a háttérben, minden szar. Megy, ne aggódj, nekem is van elég cucca, hogy a háttérben. Állap? De rohagyjak meg, az előbb még jobban kagyott ez a szarkocsi, bazd meg. Mi van itt ezzel már? Ütköztél. Összetörted? Kitől kaptam én 50 ezret, most nézem. Valaki. Ott van megnézik, hogy utal. Melyik utal? Miért utal? Csuda bogár. Szevasztok!
Akkor bankozunk? Dani, nálad van a kártya? Nem, Benitónak adtam a kártyát. Valakinél nincsen forró tál? Gyere van nálam. Ember, mi ez a sok crash? Hát 5 percenként crashlek, gyerekek. Mi a fasz? Mindjárt idegbe jövök! Idegbe jövök! Ez a zene meg úgy szól, hogy jobbról megy balra, meg ilyenek. Start rádió. Jeges, jaja, rád haragszok. Miért hirdeted a csatornádat a Discordomon? Nagyon nem szép dolog. Akkor is. Mi van, hogyha látják? Mi, hogyha rákattintanak? Vagy na, elmennek oda. Hát én foglal, nekem számít. Ha ennyire azt akarod, hogy lássák a csatornádat, mi nem lépsz fel a Deviárnak a csatornájára? És ott, hogyha streamelsz, akkor berak téged a streamerek közzé, miközben streamelsz. Ott tudod magadat hirdetni, annyira akarod. Arrébb állok, fiam. Köszönöm! Szép volt. Állj rá nyakára neki! Egy ember jöhet velem meg túlszor, ezt megnézik az állam, amit el te törni. Gyere, szállj le! Dani? Igen? Jöhetek Teslával? Mivel? Teslával, városival. Nem. Négy személyesekkel járunk és rendes izékkel. Melyik bankra akartok menni? Mert van 420. Aha. Hát nem tudom, az állam, itt néztük, hogy lehet-e törni? 50 perc rabolták nagyságrészleg. Na akkor izé, nézzük meg az egyes bankot. Én mindjárt megyünk oda, egy maximum 2-3 perc. 3 vagy 10. Akkor motorosztatok abúgy? Ha nem jön senki nem. Más kocsiban? Nem motoros ilyen. Felejtsd el. De most mi? De miért te nem egy, vagy nem mennek utánad, vagy meghalsz. Ez a két választásod. Nem is lehet. Hogy te Ghost meg a izé, a cucu kiborítatok mindig, a, ő a romettel, te a kibaszott H2 üdelgeci. Nem H2 Én jó vagyok, mert? Akkor jó, hát már telibe vittél. Vigyázz! Ja, én nem mentem. Nálam én nem mentem neked. Á, mindegy, mindegy. Ne haragudj. Én már semmi van. Hát te oda hátráálljál valami izé, terautó. Akarod törni, Benito? Én nem tudom törni, adom neked. Hát de meg kéne tanuljad. Gyere, add ide nekem. De nem akarod megtanulni a törni? Nem. De amúgy megpróbálhatod. Én meg kéne tanuljad törni amúgy. Hát de most hova? Most elbaszom őket itt csinálni. Hát semmi. Megyünk máshová. Tele vagyunk pénzzel, ember, mit akarsz? Megyünk máshová. De nem tudom törni. Nyugodjál már, meg nem ennyi zérok ez. Gyere hátra, Benito. Nem rakéta tudomány.
De miért érdekel? Kit érdekel bazd meg a pénz? A pénz csak egy... Ez a szupó maszk, ez nagyon fél. Sziasztok srácok, mi a helyzet? Jó, mindjárt még egy emberke még tőlünk, vagy tőlük. Nem sok engem meg parti. Gyere hírja! Én úgy eljöttem túsznak, hallott, hogy fegyver minden van nálam. Hát ha van nagy fegyvertartás, akkor egyes. Gyere pakolj be akkor. Gyere pakolj gyorsan. Nálam van? Geci, kezdjem? Kezdhetem? Várj egy picit. Várjál, itt van mindenki? Nem. Messzire van a srác, aki még jönni fog, mert kezdenénk. Jó. Szerintem mindjárt jön, csak lepakol gyorsan egy srác. Egy 2 perc srácok, várjátok addig. Se dob vissza rám. Meg dobál. Amúgy a kőjegyerim lesz a legnagyobb geci. Állj le, Miklós. A kőjegyerim lesz a legkeményebb most. Milyen egyedi? Olyan egyedit hozok, amit még senki nem látasz. Königszeged? Igen, igen, Königszeged. De mi van a izé a... futurisztikus terepjáróval, lesz belőle valami? Aha. Megvan arra is már a lobby. De most elsőnek egy... elküldöm neked, jó Dani? Tehát nézd meg applikáció majd, hogy mit küldök. Jó. Azt akkor most behozatni, de szerintem visítani fog. Itt vagy rádión közlegény, vagy csak nincs rajtad, izé? Nyomkövető. Ilyen, büdös tojás rakó? Vagyadik jól. Nem, hogy kezdjétek szerintem, mert szerintem kimanózott. És itt is vagyok. Tojás rakó nincs itt. Tojás rakó, kis keci. Másik. Azt mit fogsz vele csinálni, te hülye? Megcsinálom, hogy 70 fősre. Milyen autó az? Há, izé, nagy. Trabant. Trabant Dacia. Igen? Aha. Aha. Limuzin. Na, várunk még valakire? Nem, nem, kezdjétek. Akkor már. Kezdheted? Kezd el, Benito. Kezdjed. Itt lehet szurkolok. Pícsici. De úgy szurkolok, hogy... 2 perc. 2 perc és nyersz. Így szurkol, Zola. Így. Figyelj, már dugja a kést a levegőbe, lássuk be. Látom dobni a késre a hógolyót, úgyhogy rajta marad. Kettél vágod. Elvágjött a hűjét. 3-a. 3-a. Az O városba hackeltél már, Benito? A helyzbe, kaszinó helyzbe? Egyszer. Na, na olyan neki, az... hogy melyik az, de hát... Feltörjem én? De nem, ő is meg kell tanulja, ne ajánlkozzál már. Csak kérdeztem, hát... Minden lében kanál vagy GHOST! Nézd meg, mi van nálom, emlékszel a tegnapi? Elnézést. Haragudj, gossz, neved magadra. Tegnapi nap kétszer beleestél ebbe a kisbe, csak szólok. Te meg fejbe lettél őve. Engem meg a Niki fejbe lőttél. Meg belehaltál még abba is, hogy ezért. Kis hiéna, he. Állj le! Mind a bőzik a szállat. Szagolod, buzi. Bőzik a fejed. Ég Zola, ha fejbe lettél lőve, hogy beszélsz a múltról? Ezt nem értem. Izéval, paintball. És a kezedben ragadva egy telefon, azt majd add már meg, mert repkedni fog a kocsi tőle. Meg telefonozok még, csak fejbe. Hát azt hallom, hogy hívnak valakit. Már leraktam. Állj meg, te rakó. Kezdve van még mindig a telefon. Top, felkészültem a döntőre. Nem. Na te miért nem tudod amúgy? Büdös rakló. Hát már még 2 perc. Jój. Megnézem. Jó. Adta a rakló, a kurva szerint. Állj le! Add ma, adjál már, menj majd meg. Nulla. Raklógit. Milyen izé van most, hogy megy a dörd? Na, mi? Nézem én, jó? Te ne nézegessed, nézem én. Cumi event. De miért? Valamelyik nap volt a bugyó, most azt lemaradtam róla, pedig szépen. Már nekem múlna percet még. Megy az orál event. Az én már, hogyha megpróbálom aztán abban a pillanatban, hogy mondtam, akkor... Úgy ráküldhetünk bármik mással. Nem, csak nem fogod tudni törni a 30 másodpercet. Erre levesz, ez le kell vennem a szemüveget. Kis fiamnak, én vasszám adat. Vettem a maszkot. Készíts oda izét. Hiatszívsz. Megfédelekoztást csinálni. Nem szólok én semmit. Akkó vagy mit is. Nem szólok, nem tudom, nem utálom azt a szart. Akkó mi? Azt kapd el, vijed el. Én dobtál meg te büdös passz. Vijed bele. Mehet, törheted. Nem.
Lábra dobsz, akkor... Na, dike! Lábon dobod, akkor állok sötétül a képi a kolyába. Baj. Sötét a hígén állnak szegénynek. Elkezdtem. Ah, ja, igazából így kapcsolatsz. Most kapcsolatsz a lámpát. Jó, ne, nem téged akartalak, bocsi, a torokat hírnátok át a maru. Úgy látom, ez easy mellow lesz. Kurva anyád, rohadt kis a keci láda, hát megbaszlak. Csak ne gázoljanak el, bazni. Hova lett a kocsi, geci? Kedve zártad? Nem az enyém. Most hova faszom lett a kocsi? Dani, tiéd a középső? Na, gyere már. Hova lett a negyedik? Az vagyok. A büdös milyen pislogásom volt az előbb. A húristen! Mi pina? Én mondtam, hogy csukd be a szemed, amikor jön. Egy fél percre nem ment nullára, haló. Én széhes vagyok, adjatok már kaját. Meg majd a pénzemet, azt mindenképpen azt milyen, kérném. Milyen pénzt akarsz te hát? Örülj neki, nem ölnek meg. Örülj neki, nem ölnek meg, mit akarsz te? Hát én tudok PM-et olvasni, ha nagyon muszáj, ha fontos. Életbe vágom. Mitől kell kérni? Elnézést. Gyere már, itt a 35 ezer rövömbe. Az AR Edition, milyen AR Edition? Figyelj, mert hatan vannak bomb. Nem lesz linket külön a csetre. Te akarsz 35 ezeret, hát nekik nem jut annyi fejét. Az nekem múlt. Beírod, hogy per my cars. Ezt jó tudni. És olyan, nincs, hogy my per my bitches. Szia, Dani. Hogy egy rendszámot, azt visszaszerzel neked, mit szólsz? BBH 714. B mint Pina, B mint Buzi, H mint te. PPH mennyi? PPH 714. Oké, okay, nézem. Hát azt kell, nem is tudom, hogy ilyen. De miért úgy mondod, hogy H mint te a Buzi után? Hát mert H, mert ő H ügynök. Ha. H-hát. Ó, Istenem, geci. Szegény Andrew bátyátok, itt éli az életét, admin kódig segít nekünk és így szopatod. De Tani, most én szopatlak téged, mi már a parancs erre, azt is elfelejtettem most már. Gotoc, Gotoc és a rendszám. Úgy kell beírni, hogy ugye space is írsz vele, meg ilyenek. Tehát ugye a három betű, space és a szám. Kösz, kösz. P... Béla... H? Igen, 714. Van még 914-et írtam. Na mindjárt jövök. Ő nem lesz pénz. Hát itt szülünk egy kis elvitt az Joel Toursnak amúgy. Nem sikerült. Ott van-e? Ott pénz az ülök. Mi sem pénz vagy mi? Bálint, mondom, hogy lesz a feladatot. Aha, nézzétek csak. Aha, ott volt. Nem lehet. Intézem, intézem. Még fiatal volt a Dani, azt mondja. Optimálom. Van nálam 300 nézők. Amúgy mondok nektek valamit. Egy srác, mennyi gyereket, 4-0 ide. Apám. Fenn mellett, bazd meg az izét. Van vagy valami kattok a szarodban. Az egyre vettem kezdve. Egy emberben volt az izé, egyediként egy lovaszakeret. Mi van? Ja. Hallod Makesz, én ezt nem tudom visszahozni, mert azt mondja, hogy nincs ilyen jármű. Az előbb még oda akkor tudtam tudod, menni rá. Akkor tudod, mi történt Makesz? Eltűnt. Szerintem is. Letette pubba. Letette izébe, fő pubba. Vagy eltűnt megint. Tehát összor a dobni? Persze. Lefoglaltak be dobjad. Na menj, okay. Mindjárt jön a társunk vissza egy terepjáróval, jó? Ne jegyetek meg. Jó, hát mi nem jegyünk meg. Szarul esik, bazd meg, kiszoktam a nagy faszomat, vagy mi van? De nem már, mi a fasz? Miért? Hát nem tudjuk. Nem tudom. 40 elérhető rendőr van.
Hát az szerinted... Sziasztok! 53. Na, ülje vissza a helyedre, légy szíves! Bocsánat! Hó, golyó van rátartva! Nem ám bekapcsoltad az izét! Mit csinálnak? Hol? Mi? A hákból, nézd meg! De... Szerintem kiallgatnak! Na, de csak 4, 5. Ah! 106 elég lesz! Ah, meg egy helyre most már! Játszátok el, hogy szeretitek egymás, míg végre lesz a rablás? Arrébb jövök, bocsánat! Megint két autó lesz, és ennyi. Melegek is ilyenkor, ez ilyen házasztási cívulás. Három. Kettő van. Mind a rendőröknek. Három van. Ott van a vidős híján, és a kutya fejű jött. Rendőröknek kettő van. Ja, rendőröknek kettő van. Így jártak. Kutya fejű híján. Csak ennek megint annyi értelme lesz. Megjöttem akit. Megszólnak. Mit küldtél? Láttam már, mutatta a Makesz is. Én nagy ázott, kutyaszaga van. De majd láttam, mondom, mi a fasz. Mégis megbaszom az anyádat, úgy visítottam. Így csinál, buzi. Elvizünk kutya kozmetikushoz, most a bankotán. Ráférne már egy nyírás, lehet tíz éve megkénfült, de tisztelen borát. Nyírás kapsz meg. Szerintem azért jönnek össze. Szerintem sem, hogy szép fasz meg. De ne menjünk ennyi kocsival, srácok, amik is csak kettővel vannak. Nincs értelme ennyi kocsival menni. Tömörödjünk. Ülök csomagtartóba, ha úgy van. Hát jó, akkor. Figyelj már, elkérhetem azt a cilindert. Egy csomagtartóba beülök, ha úgy van. Hogy csöttem erik. Jó van, most akkor még kell irénynek lenni. Akkor két charger-t kiparkolok innen, jó? Drága volt. Azt a múlt megy az úr. Nem hiszem el, hogy a tudjuk. Ki a másik charge, ami le van zárva? Ennyi. Zolái. Vidd oda a jobbra a másik mellé, ott a sarokba. De az nem az enyém. Ez nem. Az volt az enyém, amit te félre raktál. Megbeszéltem velük amúgy. Nem, ez. Ez kié? Ja, ez az enyém, bazd meg. Hát azért mondom, hogy enyém az első. Ez az enyém. Akkor vidd a félre jobbra, ott ahol van a másik. És akkor milyen autókkal megyünk? Hát a terepjáróval hát meg ezzel. Hát tudják üldözni. Én beülök oda négy csomagtartóba, hogy ez most ezzel. Hát akkor menjünk két csárgyal, nem kellett volna hozni terepjárót. Hát nem, mert azt nem tudják. Jó, maradjon két csárgyal. Hallod, Makesz, hol vagy? A terepjárózat félre tesszük. Mi? Jött egy egység. Akkor maradunk így. A két csárgyalrel meg a szével. De mondták, hogy neki tök mindegy. Mondták így. Azért mondtam, hát... én is azt mondtam, hogy akkor mondjuk három charger a telepjárhoz félre rakom. De mondták, hogy neki teljesen mindegy. Szerintem a karapalmat, ezt összetaposod szívet. Akkor megyek veled. Napot, lejátok. Gyere! Milyen volt a gennek van? Tisztelet, tisztelet, úgy menjen van. Nem kell bemutatkoznom, jó? Három túlszót bal oldalt, láthatja. Mi az a zsidó csillag az úrnak a kalapján? Igen, nekem bal. Úr, ezt rárakták, nem tudom mi az. A BMW logó nincs a homlokomon, elnézést. Valaki látja? Micsoda? Petrovidlamos. BMW logó. Nincs. Nem. Jó, rendben, akkor már elmúlt, mert megfejeltem a kormányt. Na mindegy is. Ki le fog tárgyalni magával? Bazd meg. Hát akar már tárgyalni, vagy én tárgyalni? Mi ez a tetoválás az úrnak az arcán? Maradj már csinálni, hogy oda nem olyan cseppeket szoktak te magának, ilyen izé, kis mini péniszek vannak oda tetoválva a szeme alá. Ez mit jelent, hogy hány fasz kapott el? Faszarcu. Nem, csak tudod, vannak azok a cseppek, amik a gyilkosságot jelentik. Neki meg nem cseppek vannak, hanem kis péniszkék. Az jelenti, hogy ez a hidegvérű gyilkosság, barom. Én nem tudom magam. Jó, ne szívassuk szegényt. Hidegvérű fasz meg a hás. Kösz szépen a szobot. Húzban, igaz? Így igaz. Jól vannak az urak? Nem igazán, rosszul vagyok, mert nem ismerettem. Gondolkozok azon, amit írtál, Viktor. Az a baj, nem te vagy az első, aki szeretné élni, és aki régi volt itt van köztünk. Akkor berádiózhatom? Az a baj, ha kivételt teszünk, akkor kivételt kéne tenni több emberrel is, érted? Elkövetek, de most hogy döntöm el, hogy kinek per, hogy jöjjön? Kettőt úszért, megyünk jobbra. Ja tudom, nem azért. Csak most jutott eszembe, hogy szuboltál, hogy mizu. Igen. Menjünk át, hogy akkor jobbra, bankból kinézve jobbra, kettőt úszért. És remélem nem azért szuboltál, akkor inkább így mondom. Igen, hát. Rendben.
Itt a túsztárja beszélt. Megvásárolhatatlan vagyok, azt hiszem 1 millió forintig. Az elkövető 2 darab túszért bankból kinézve jogra, ez felé teljes szaborzat szeretne kérni. Beladva. Nagyon jó. Köszönöm, köszönöm. Faszom ki. Hangosban mondott kérnek? Kurva életbe. Maradj már csönőt, te büdös borszát. Nekem mondhatsz egyet. Tessék. Ahogy ne arni. Elkezdem fentről lefelé át az úrnak alsó felső ruházatát. Nem találok semmi szúró vágóeszköz. Mi történt? Mi történt? Drogos, aztán de nagyon átnézte a ruháját. Drogos, drogos, geci. Vigyék már be, mentünk a ruházatát. Én át, majd nézzék át, mert furcsán viselkedik a bank épületében. A büdös. Vigyék már be a kórházba. Szerencsétek van, hogy itt van a biztos úr, megbasztam volna a jó kurva anyját, a trattók is gecik. Máskori embert meg... negatív. Másik, aki akar venni? Menjél. Jöjjön. Te izé. Maga katona. Hókefélyek katona. Helyi hókefélyek vagyok. Most jöttem azt a trükkúból hát. Elkezdem át az úrnak alsó felsőkruházat. Rálok az úriembernek a zsebében egy fogamzásgátot, azt nem veszem át. Ezt a hóvíródobást fejezzétek már, bazd meg. Jó, rendben. Az úriemben is nincs a szúróvágó. Nem, ugye az apám. Én mindjárt boxer fogom hozzád vágni. Köszönöm szépen. A két darab túszt átnéztem. Igen? Jó. Igen! Bocs, mellé ment. Jézus, mit egy 500-as? Ez főkapomzósan. Gyerekek, nem jó csukorik az ajt, beállítom a zsanért, jó? Double shit. Jó vagyok, minden oké, és kollégák, csak megfáztam. Fölveszem szépen a kalapom. Benito, fejez már meg egyszer. Jó. Igen. Maradék egy túszér. Nem tudom, mit kérjünk? Döntsétek el. Egy forró teát. Nincs ötleted, hogy mit kérjél egy túszér? 25 ezeret adj. Dehogy is, nem kell pénz, minek pénz? Nekem kell, bazen? Én elrakom. Nem, de nem, nem a pénzt kérjél. Jó, akkor... mit tudod, akkor mondjál jobbat, na. Hát mondj, kérje valamik rendőrtől Dick Revealed. Na, várjál már. Mi a telefonszám? Mindenre kérjed. Kinek, nekem? Ennyi. Nem. Ja? Hát nem nekem kell, neki kell, látjátok. Nem, amúgy nem tudom itt. Kérj, amit akarsz. Kérj 25 ezeret, ha akarsz, nem tudom. Mert a izé, mert a tolatúzás. De most visszivassam őket azzal, hogy eljönnek át. Amúgy ez plusz egy. Most kérd azt, kérd azt tőlük, hogy izé felemelt motorháztetővel üldözzenek végig. Jó. Jó, akkor ez jó. Kíváncsi leszek. Jó, egy darab túszért? Ezt nem tudom, a BMW-nek fölnyitható, de vagy az I8-nak mindjárt. Fölvesz, valamit megoldod. Meg megoldjuk, csomagtartó. Felnyitható, nem üldöz. Nyitott ajtók, minden. Itt a túsztára beszél, keres az akcióparasokot. Elkövetők azt szeretnék kérni egy darab túszért, hogy nyissuk fel a motorháztetőt és úgy üldözzünk. Elutasítva. Akkor nyaljon sót. Megmondj, elszem mondom át. Egy perces hógolyó csata, egy túszért. Nem hógolyó csata. Most kapaszkodjál. Igen, egy túszért azt kérem, hogy amíg rendőrnek van 180 lépontja, az hozzak ki nekem a romát. Egy túszért. Hogy a romát? Hát a Ferrari romát, tudod, az a 180 pontért az azt a kocsit lehet kihozni a léből. És ezért írassál. Ezt rá, kíváncsiak mit reagálnak. Hány ja, pontért ezt menjen fel a Lee-hez paletóba, és 180 pontért vegye ki nekem a Ferrari romát 180 pontért. És írassát ző nevére. Itt a túszér később. Az akcióparasokat. Egy darab túszér azt szeretnék kérni az elkövetők, akinek van a lénél 180 pont, az váltsa ki azt a romát, azt az autót. Ferrari romát. És most senkinek sincs azt üzenni az akcióparasnak. Dobják össze. Akkor ez egy elutasított kérés. Akkor... Ennyibe, igen. Van itt ez a izé karácsonybolt, nem? Ott mikét lehet kapni? Forró teát, meg ilyenek. Forró teát? Hoznak nekünk 20 darab forró teát. Jó, rendben. Hát azt mondom, bevegyük. Egyet kérhetek belőle, mert megfáztam. Ki ez a kislány itt elől? Ne itt dumáljatok már, srácok, légy szív. Bocs! Nem akartam. Az elkövetők egyre túszira azt szerették kérni, hogy 20 darab forró teát. Tudod, hogy elbasszák a 180 pontjukat. Azért volt. Kulacsokba, úgyis jó. Nem hő ki. Tizet tud most adni az akcióparancsnak. Hát de húzat adjon. Hát de itt a bolt. Hozzon 20-at. Akkor hozzá 20-at.
Legyen már zsúrmó, geci. 10-ért megadja. 20-ot, ha 20-ot adjon, akkor figyelj, fusson hallott, vissza. Jó, figyelj, hallod, hozok én is. Mondd már meg nélkül, ne legyen sűver, hát kimegyek a hógolyót. Hát te a bazd meg, nem benzin. Az... Az... Igen, forradt át. 300-ba kerül egy dönt. De az... Miért mire gondolt, hogy itt te átkérünk, bazd meg? Hát lehet. Szökrétű. Menj nyugodt bele. Mennék én, csak megbillítem. Nem egy nagy szám kocsi, ne aggódjál. Elfogadva, csak majd vissza kell neki futni. Még egyszer egy fordulóért. Hát jó, azért. Hogy fut? Hogy szedi a tappancsait, hát. Hát. Hozhatja? Hát. A meleget kimeri engedni a bankból. Gyere! Atya. Ki fog hűlni a te a hát? Sziasztok! Még vissza kell mennem 10 darab ér, kinek adhatom? 1008. Aki kiérte. Tessék, még megyek 10 darab ér. Nem, mindjárt. Pontokért nem. Jó, futás. Az túl nehezen, az 180 napba kerül. Na, dobjál ide is a bátyának, izé, 2-3 darab teát. 13-54-re. Nekem is lőjjé. Na várjatok akkor ezt. Borba szívom, geci. Jó. Volt óránként így álltok amúgy. 1354, igen. 1964. Óránként fogom írni. 961, igen. Danke. Jau. 1287. Azt miért úgy néz ki, de Coca-Cola? Ám már Coca-Cola. Elfogyott. Köszi. Mi az, hogy elfogyott? Kell még egy darab van, az meg nekem kell. Na, készen állunk a lecsapás indulásra. Meg már valakinek parancsold már meg, hogy hozzon egy terepjárót is, hát most ennyien itt vagytok vala, egy ember jöhet terepjáróval. Senkinek. Azt a jó, akkor nem megyek terepen, jó? Csak ahhoz, át, ahhoz, hogy terepjáróval tudnak jönni, köszönöm. Jó, kinek kell még te a? Szerűsébe. 1180. Nekem ember ütödjetek már. Igen, még valaki. Én 3 te, aha. Jöhet nekem is. Nevé persze, már. Hozzunk vissza egy chargert a terepjáró helyet. Mondj. 1174. Elvitték onnan. Most jöttem ide hozzád. Tessék. Az milyen fasz volt, amilyen repült? A túszal, illetve az elkövetőkkel lehajhatjuk a helyszínt amúgy. Pozitív. Mehetünk. Mindenkinek. Tudják alapból a szabályokat. Feküdhetek csomagpakóba? Gyengék elhullanak. Vagy beülhetek előre. Hát osztódjunk el szabályosan, annyi a lényeg. Gyengék elhullanak. Mi van be? Várjál, mert nem látok. Kálematlan. Vicces lesz webcamran. Hallod, deréktájon tapogass a sötétbe, ghostils, látni fogod az utat? Várjál. Hát ezt nem hiszem. A hosszú egyenes kapaszkodókba kapaszkodjál, és akkor azt kövesd. Megvagyunk. Amúgy merre kértük a szabad utat? Hells. Jobb. Hells fele megyünk. Hells fele, jó van. Szia néni. Itt vagy a benzin. Aha. Hát mit csináltad? Hát csak izé, próbáltam őket átverni egy kicsit. Ugye az egyiket sikerült is szembe ment a Nissanból. Így, látod ezt a trükköt? Szép volt a barom. Ó, feje, jó. Akkor itt képogom. Ó, bocsi. Mindegy, nem arra akarok menni, mindegy. De hiszem, miért érzem úgy, hogy a mi szarjaink úgy gyúrzak, mint a bolond fos a rendőröké meg, nem? Töltöttek 3 perc. Geci, nem hiszem el, bazd meg, hogy csak a mi szarunk csúszik. Ez ennyi mély is egyenesbe. Azért megyek lassan. Én meg ha repülök, akkor fejre áll. Elszállítok a túlcsinálatot. 2 perc van. Ki szóltad fel? Ja? Rendőr.
Dio féke van neki az. Ez a baj, már húvárruhám nekem sincs, elfelejtettem venni. Igen, ő összes kiszolgáltal megyek végig. Még itt a szemébe megyünk nekem, jó. Geci, hogy megy gyorsabban nálunk? Mi a fasz? A büdös P1. Geci, nem lehet ezt a szart vezetni, bazd meg. Amúgy bocsánat, ti láttátok, hogy az a P1-es hogy elhúzott mellettünk? Igen, azt láttam. Sebességgel mentünk? Láttam. Szívbot is kaptam, már elkezdtem tervezni fejben, hogy fogom ellopni a kocsit. Hallod, Ghosty? Ki kéne rakjad a repülődet a izéhez? A jakthoz. Ahol szoktak lövöldezni. De van izé, tényleg van. Hát akkor javítsd meg! Hát így lenekülünk! Hold meg! Szívvel, life on easy mode volt, mert kucsicska így volt, szóval geci. Olyan panaszt írok mindjárt rá, hogy szétszakad a világ. Geci! Gatya, bazd meg. Tényleg? Hallod? Még az i8-ra akartok hírni, még erősítés, bazd meg. Hát akarok meg. Life on easy mode. Miért van ilyen nagy különbség az illegál kocsi köz, meg a rendvédelmi kocsi köz? Bazd meg, agyfasz kapok, geci.
nem tudom berobban el. Ajj, bocsi! Jó, ez csúnya volt! Ez Ghost. Ez a repülő. Szerintem Békát? Kiszakítom a kezét és beleszúrom a hátába. Amúgy csak mondom, hogy ez nem önszántamból volt, csak... NE MAGYARÁZKODJ! Istenem, ez a kocsi, geci! Dani, te meg vagy? Nem, nem vagyok meg. Úristen, istenkém. Na, Nesze, mi kell az erősítés? Hova rakjuk le nektek? Minek? A izé, a jakthoz, ahol lövöldezni szoktak. A part mellett jó lesz, Dani, itt a jakt mellett, akkor lövöldünk is jakt mellett, part. Igen, 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 a parthoz közel, jaj, jaj. Úgyhogy be... befele nézni a víz fele. Úgy csinálom. Kéne tanyagban, hát. Van nálunk tudom. Jó. Egy letudva. Készítünk, futni fogunk. Nem mindegy, én léptem szerintem már. Szia, Bálint! Csá! Szia! 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 Aha, azóta menekülök. Hát, meg vagy? Kint van már, srácok? Ott van? Várjál, még nem, még húzzük őket. Hát mit csinál? Nem vagyok füstölve, minden faszom egy se. Igyekezzetek már. Ez a kis vízvezető között lesz, a csatorna és a móló között. Igen, szívágod, elém ugrik, bazd meg ez a buzi. Járassad, igen. Vagyok, itt vagyok. Is vele menni. De jó. Itt vagyok. Elintézve. Na olyan közben. De mennyi idő még oda kerül? Jó, meg vagyunk szerintem. Gyere, Ghost. Benito, jelölt ki, hogy hol vagyunk. Jelöljétek ki, srácok. Miközben kiszállnak belőle, tudjuk pontosan hol van. Rám húzzak! Mi a fasz? Mi a fasz? Mi a fasz? A városi rám húzza a kormányt át a másik sávba. Hát ez egy buzi. Jó. Vártokban bízom. Benito jelölt ki, hol vagyunk, aztán gyertek ideje.
De srácok, legyen elindítva. El, úgy hagyta. Igazából túl sokan vagyunk, Tiki, ha nem tudunk mindenki beülni. Nem vagy. Kiültök a szélére, ott már lesokkolnak a faszba. Ketten vagyunk a kocsiba. Ja? Hol vannak a többiek? Vannak a parton. Hát ők elmegy. Hozzá nem szállta senki. Az. Sátok bolondok. Álljon meg! Álljon meg a törvény nevében! Álljon meg! Mi csinál? Mi csinál az úr? Ma akart ütni! Benito! Benito, lőj el! Öld meg az eseset! Csak is süti, Benito! Csak is süti! Jajjaj, fegyverfog! Fegyverfogott! Ez a kolléga. Jaj, Istenem, megfogom az üremberek a vállát, szépen felhúzom bilincsné fogva. Megfogom az üremberek a vállát, ezt a fogást alkalmazok. Mi történik, kollégák? Jézusom! Fedezék! Fedezékbe bújik a fegyvertelen katona! Magam most a pajzsom. Jó, az üremberek meg fogom vállát, ezt a fogást alkalmazok. Kinyitom hátsó ajtót, szépen beültettem, besemek a biztonságjövét. Közben leveszem az üremben a kezéről a bilincset, rájelzek egy szilikon. Az Benito misszelte. Elkezd fentről lefelé átni az úrakásokás ruházzát, találok az üremberek a hátára akazva egy golfütőt, ez szépen a kihallgatás erejéig elveszem és lefoglalom. Csak úgy szólok, hogy beperelne 200 000 dollárra, ha a kihallgatás végén szó nélkül nem jut a zsebembe. Micsoda? Szó nélkül vissza kell adnom, nem én kell kérjem. Hát persze, visszafogad, de hát ez egyértelmű, uram. Szépen találok az üremberek a farzsabében egy GPS jelzőt, a GPS jelző szépen, amit el fogom dobatni az üremberre. Továbbkutatom, találok az üremberek a zsebében egy boxert, a szépen a boxert elveszem kihallgatás elejéig és lefoglalom. Továbbkutatom, találok az üremberek a Amerika futballlabdát, azt nem veszem el, találok az üremberek a zövérek az egy rádiót. De csak azt mondjad már, amit elveszel, ne sorold már fel az összeset. Hát uram... Nem kell elmondani, amit látsz, csak azt, amit csinálsz. Jó, rendben, uram. Én kiforgattam a zsebeit, amit találtam benne, azt fősoroltam. Kétom a GPS jelzőt eldobja, legyen szíves, aztán majd felveszem és visszaadom magának a kihallgatóba majd, amikor végeztük. Mondjuk, hogy dobtam? Várjál, hát ezt nem dobhatom el, add vissza. Mi? Hát hogy dobjam el, hogyha meg vagyok bilincselve? Hát elvettem a zsebedből. És úgy. Hát de... Ja, értem. Jó van. Mert tudod, hogy mi van, hogyha én elveszi nem tudom, tőled. Én nem tudom, miről beszélsz. Hát, na jó van akkor. Látszik a GPS-en akkor is, hogyha magánál van, vagy ha kikapcsolja akkor is. Nekem a izé kezembe lábbe van ültetve egy chip, egy műholdas. Látják mindig, hogy hol vagyok. Nekem az agyamba van. Te egy droid vagy. Lesetek a biztonságövét fejre vigyázni. Beviszi a kórházból, vagy maga szerint menzetlen? Kivok mentőt. Már az orvos megállapítja. Az úr tisztában jogaival? Persze. Azért sorold el, gyakoroljad. Gyakorolni? Nekem ez már a véremben van, meg a nyelvemben. Na jó van, közben akkor elmondom, jogában áll hallgatni, bármit én itt mond, felhasználható ellen a bíróságon. Jogában áll ügyvédet fogadni. Amennyiben nincs az állam kijelöl magának egyet, amennyiben az állam se tud kijelölni magának, akkor köteles saját magát képviselnie. Jogában áll egy perces telefonhívás, amit lehallgatunk és megszakíthatunk. Jogában áll orvosi ellátást fogadni, amennyiben szüksége van rá. Jogában áll enni, illetve inni, majd igényelni. Jogamban áll inni és enni, köszönöm szépen. Igen, ezt elmondom magának is. Ezeken pár, ez furcsa hangzik, de a kollégiák. Én szerintem holnap venni fogok egy i8-at és le fogom szerelni róla az izé villogót. i8 KS lesz az úr? Nem KS, amit van mögöttünk a rendőr. Amúgy az is vagány. Ja, hiszen felkapcsolom a villogót, akkor kihasználhatom. Dani, elengedtek, hogy mi van veled? Geszitek? De menj már a faszomba, mi ez a kocsi? Miért? Hát nem csodálom, hogy nem bírtam semmit se kezdeni ellenetek, geci.
Nincs fék a kocsin. A fékem. Beültetek egy chargerbe, öngyilkos leszel szerintem. Hát inkább előre felakasztom magamat. Milyen koordinátum? Már is kimenekítik pagát? Micsoda? Pillanat. Üzenetem érkezett, mindjárt megnézzük előtte. Nem hinném, hogy kimenekítenek, meg vagyunk állapodva, hogyha valakit elkapnak, akkor ez megy kihallgatásra. Jó, hogyha megnéztem, meg kaptunk értesítést. Tisztelet, kollégák. Tisztelet. Az ajtót kisegítem az úriembert. A gépjárműből. Ezért kaptunk a palátóba, biztos van valami verekedés. Oké, és megfogom az úriemberek a vállát. Elvezdefogásra alkalmazok a kihallgató teremig. Úriembernél van okmány? Bármiféle okmány? Persze, személyi jogosítmány. Minden. Rendben. Rendben. Tisztelet. Jó, hallgatás erejéig lecsatlakozok a rádióról. Kollégák, akik lent, akik lent vannak a rádióról. Mi a fasz? Fasz. Mindjárt. Segítség! Á, geci, megcsúsztam a padlón, srác, ez per. Ez per lesz. Mi a faszom volt ez itt? Az hatod bekepere. Jó van, izé veszélyezteti az egészségemet a SWAT. Foglaljon szépen helyet, az úr. Pedig szépen kirakom ide az asztalra, lefoglal a tárgyakat, a GPS jelzőt, a golfütőt. Jó, én ide nem ülök le, mert le tudok ülni. Nem tud harmadik szemmel ránézni. Az jó, hát akkor... Már az elemeket szépen kiburítom a tasakból, mint az is lefoglal a tárgyakról nélkül. Jó, rendben. Akkor veszem szépen közben a sapkámat is. Akkor bemutatkoznék Joseph Borsorolja valószínűleg serítségről. Sly. Rendfogasztom majd nagy, kérdezzek meg milyen ruhában van, kit keresnek, stb. Én leszek a kihallgató tisztje. Vádak, amik maga ellen szólnak. Volt egy bűrészesség, nem tudjuk magára bizonyítani, hogy hát hogy ő önpakolta a bankot. Bűrészes, rendőrő menekülés, rendőrutasás megszegése. Az alábbi vádakkal van-e valami ellenvetése az úrnak? Persze, felvázolnám én is az önök hibáját, szabálytalan pitmanőverek. Szeretnék élni az én szavammal, az amileg először volt egy pitmanőver, azt én nem minősíteném annak, mert... volt egy... Hogy hívják, egy ilyen satúfékezés, és én nem bírtam megállni. Nem az volt az, amikor átpitelt a szalagkorlát, hogy én arról beszélek. Igen, én is pont arról beszélek. Nem, ott szándékosan pitelt, uram, ne haragudjon. Nem. Jó, folytassuk a tárgyalást inkább. Jó, rendben. Azok a társai milyen kapcsolatot tápoltak magával? Velem? Igen, családi állapot, jaj, baráti viszony, stb. Hát az egyik a húgomat baszta, a másik meg az anyámat. Értem. Nem tudom, melyiken vannak. És miért raboltak bankot? Magukat is megfenyegették, egy német család. Vagy szerkereskedő. Mindenki ez eljön. Igen. Csetleg még a tatonák. Figyelj, amit legálisan keresek, azt meg kell adóztatni, tudod, évvége van. Aztán ha már adóznom kell, gondoltam, elmegyek aztán az adónak az árát, azt így kidurrantom, érted? Egy bankból. Úgy úgymond kidurrantjuk. Remélem, hogy idatták volna az én részemet is, ha bár nem tudom. Bár kétlen most eset már. Hullott, ja. És ez a repülő, az mit keresett ott? Elnézést, egy kérdés. Amit tudom én. Arra mentünk, azt láttuk, hogy egy repülő össze fel akartuk vinni. Értem. Akik kihallgatunk, azt mondták, hogy meg vannak állapodva a társaival, hogy nem fognak jönni. Gyere, Dávid. Hallod, beleszólhatok a rádióba, hogy elküldjem őket? Nyugodtan. De egyébként belemegyünk a túlcserébe is, nekem mindegy. De nekem ez jó. Hiszen azért jöttem, meg akarom. Hallod? Bocsánat. Srácok, itt vagytok rádión? Ne váltsatok bárki. Tudjátok jól, ez a mi protokollunk, ha elkapnak, akkor kihallgattak, nem kell kiváltani, menjetek tovább.
durancsatok valamit, vagy nem tudom, csináltak, amit gondoltok. Engem kihallgatnak, az jó van. Kolompár Sub-Zero semmitől nem fél. Alexander kollégát megkérhetem, addig felhoz egy edzetömbet. Jó, menjetek tovább, így szín, hagyjátok. Honnan jó, kihallgatás, kollégám. Lecsatlakozik a rádióról, visszat. Az úr tud igen? Bármiféle információt mondani, amivel tudjuk magát edzett körülmények. Ez én tudod, hogy én vagyok meglepődve, ez a dokumentum, amit nem kérte el, tehát hogy nem akar aktázni, mi van? Nem kérnek a dokumentumaim? Pillanat, mindjárt azt is. Hát direkt itt őrizgetem a zsebembe, azt nem kéri el. Csak azért, csak addig megkértem a kollégámat hozzám fejezetömböt, és jó. Aztán amikor mondja maga az információkat, közben akkor elkérem az okmányokat, addig majd én lekérem a rendszerbe. Én írom még ide magamnak a jegyzetőbe. Egy jogosítvány elég, nem? De van fegyverengedés, személyigazolvány, de egy jogosítvány azt elég. Azt meg remélem. Tudjuk nézni, aha. Tudom, meg tudják nézni. Ja, nem a földre akartam lelepni. Akkor ezt beleveszem az úriembernek a kezére a Silicon Blinch-et. Úgy vedd le, hogy izé eljár a karatézi tudok meg minden, csigolyjel kipatintom két pillanat alatt. Én ne csináljon. Úgy vedd le rólam. Ne csináljon. Atya úristen! Csigolya leves lesz estére, úgy csináljad. Maga feketeöves esetleg, vagy valami hasonló, vagy milyen sportművészetet, vagy milyen... Így van, fekete ő fehér alapon. Úriembernek az nagyon zarol. Szetis dátuma. Várjon, kolléga. Dick, mi ez az aláírás? Most nézem. Várjátok, galéria. Jó, hogy nem már, nem már. Jó. Galéria, hol van a dokumentum? De nem, baj, igen. Kolléga. Ezt nézzem meg, te találkoztam olyan személyvel? Vagy mi az jó, hogy mindjárt nézem. Stas Péter. Dick, milyen csúnyán ér az úr. 1199, hol tudom megnézni? Odaadom neked is. Meg, akkor amúgy megnézném, meg kíváncsi. De várjál, a kolompár zéró most... az... Igen? De most ti gúnyolódtok? Vagy mit csináltok? Azt nem. A kura, uram, ez itt az a, ez a aláírás, ez kilógandanak is... Igen. Ahol benne kéne lennie. Atya, őristen. Na jó, ez meg hosszú a nevem, mi van vele? Na jó, visszaadom. 0708-1990. Na majd így válasz a kérdésére. Oké, és... akkor... Szóval, hogyha, hát jó van a... Sub-Zero kolompár, mi a probléma vele? Tudom, a testvérem a rendőrségnél dolgozik, a Zero. Igen. Nem kell bemutatni. Nagy buzi ő is. Hát tudjuk. Emma, hogyan kell lenni kollégám, mert nem tud neki sehogy. Sub-Zero kolompár. Vagy fordítva, kolompár, Sub-Zero. Szóval ez mint a Coca-Cola Zero. Megvan? Aha, mindjárt. Jó. Vagy hogyha kell, akkor a... a kódot is tudom mondani, azt a számát. Csak itt nekem itt a rendszer valamiért fent tölt. Képzeld el, azt nem akar nekem itt semmit feledobni, mondja a vájámat. Akkor intézem. Mert szét fogom törni a tabletemet, várja. Nézd meg. Na jó. Intézem valami... addig én. Én nekem meghekelték a tabletőt. Ja, nem működik az MD. Jó van akkor. Hát akkor nem most nem írunk meg. Aktát, most nem, mert nem tudunk. Visszaadom közben az iratot az úrnak. A fal zsebembe tegyed, légy szíves. Köszönöm. Rendben. Visszacsúsztattam. Akkor az úr tud információkkal szolgálni az nekünk? Hát figyelj, információk igen. Kellenek. Igen, 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 bármiféle családról, bűnszervezetekről. Snitches get stitches. Én nem vagyok egy snitch. Hát jó. De azt el tudom mondani, igen. Hogy az a baj, nem akarok bajba kerülni. Igen. Mert nem tudom, milyen kapcsolatai vannak az illetőnek. De a CIA-nál van egy emberke, aki koszos. Ha érti, mire gondolok. Úgy az... gondol rá, hogy nem fürdött egy hete? Én úgy gondolok rá, hogy szeret olcsó áron seftelni. Ja, értem, igen. Viszont többet nem mondhatok, mert ha többet mondok, akkor tudni fogják, hogy tőlem tudják. Én megadtam az irányt, maguk dolga kideríteni, hogy igaz-e vagy sem. Jó, rendben.
Esetleg ezen kívül még bármiféle információt tud-e szolgálni? Uram, tegye fel a jó kérdéseket és kapj jó válaszokat. Nem szavalni hát, jöttem. Hogyha tud maga bármiféle információt mondani, az a tudja magát enyhíteni. Én ezt értem, csak hogy én úgy tudom, ez úgy működik, hogy az illető feltesz egy jó kérdést, amire mondjuk, valamire, amire maga kíváncsi, mint rendőr, vagy mint sheriff, és arra én mondok egy választ. Ha nem tud feltenni kérdéseket, az olyan, mintha maga akarná megúszni a saját munkáját, és én kéne a maga munkáját elvégezzem azáltal, hogy magamnak felteszem fejben a kérdéseket. Tegyen fel kérdéseket, uram, amire tudjak válaszolni. Én vallatás alatt vagyok, nem szavalás alatt. Jó, rendben. Hát nekem is ez útszó akció. Bármit kérdezzem. A társaival hogyan szokták tartani a kapcsolatot? Telefonon, rádión? Hát boltban lehet kapni ezt az eldobható egyszer használatos telefont, ami alapból benne van a SIM-kártya, azt kibontod, benyitod, és akkor lehet használni néhány hívás után, általában el szoktuk dobni. Viszont nem nevezném társaknak, nem régiben kezdtünk el együtt dolgozni, így próbálgatunk maszekolni, sajnos elég nehéz megélni legális úton, módon, mert az állam azt szereti elszedni a saját részét. Szóval hiába megyek el mondjuk kamionozni 50 ezeres fuvart, mire visszaérek a fuvarról, 25 ezer már el is tűnt az 50 ezerből adóva, és azért ez azért felbassza az ember agyát. Hogy ismerték meg egymást? Kicsit búsít, amit mondtál, te is kevesebbet bő. Azt mondta az úr, nemrég ismerték meg egymást. És hol ismerték meg? Most maszekoltak, milyen maszekoltak? Hát most szerintem nem mondok újdonságot az, hogy egy yellow checkbe szeretnek járni ilyen érdekes arcok, ahol szoktak ismerkedni, üzletelni, ilyesmi. Jelenleg zárva van, beszéltem ma a tulajdonosával. Hát a yellow check mögött van egy ilyen garázsszerűség, ott össze szoktuk néha ülni, itt tábortűz mellett is dumálni. Értem. Nyilván a nagy publikumnak nincs nyitva, de nekünk nyitva van. És maguk milyen maszekoltak? Alkatrészekkel? Hát van, hogy kaját szállítok ki, közben ugye egy-két munka beesik, így alkatrészeket szedünk össze, kocsikat foglalunk le, teszünk be a darálóba, szórólapokat töltünk ki és visszünk házhoz. Amit el tud képzelni, de mint mondtam, ezek mind adózni való összegek. És az adó magas, ez az oka annak, hogy elmentünk, most megpróbáltuk ezt a kis maszakot. Értem. Kolég, kicsit búsít, amit mondtál, de ez egy játék, hadd mondjak már, amit akarok. Amúgy. De amúgy, figyelj maga a kihallgató. Akkor ez özvisz. A kihallgatók kell feltegyék a kérdéseket, nem tudom, hogy látod el a filmekbe, vagy hogy mi. Elfogytak a kérdések? Igen, akkor feltezek úrnak ilyen helyszíni kérdéseket. Nem tudom, hogy van, hogy tájékozod a földrajz alapján. Én maximálisan. A középső nevem az a térkép, csak nem tüntettem fel a személyn. Kolompár térkép Sub-Zero. Uh-huh. Szóval mondjam, mit kell. Az úrnak egy olyan kérdést, hogy nem-e tud a North Sheldon év utcáról esetleg ott ilyen banditákról, hogy bármiféle információ. Na jó, azért ilyen csomó pontokat mondjon, hogy merre keressem, érti? A csillagvizsgáló alatt. Csillagvizsgáló alatt. Observatóri. A Galileo Observatory, ugye? Igen, és balra ugyan jövünk lefele. Igen. És ott a North Sheldon év. A Normandy Drive mellett. Igen, és ott az Mizu. Ott elvileg ott a középső háznál laknak valakik. Esetleg tud-e róla valami tudomást szerezni, hogy valóban valós-e? Ja, hát a Vargáék laknak ott. Ők szoktak nekünk, hát én szoktam tőlük venni néha napján egy kis zöldet, hogyha szórakozni akarok. Értem. Én így, legalábbis így hivatkoznak magukra, hogy a Vargák. Értem. Jó, rendben. Az urat meg szeretném kérdezni, miért menekült? Tessék? Miért menekült az úr? Hát nem tudom, miután kirabol az ember egy hivatalos létesítményt, akkor általában elmenekülni próbál. Meg akarja úszni a kihallgatás, büntetés, stb.
Most mi értelme lenne a rablásnak, ha egyből megadnám magam, nem? Hát akkor nekünk is lenne munkánk, de ennyiben maga meg enyhített körülményekben lenne. Azért megadom magam egyből, akkor miért kezdeném a rablást eleve? Szerintem elég enyhítő hát az... körülmény, hogy elküldtem a társaimat, hogy ne szabadítsanak ki. Ennél többet nem is kaphatnak. Hát igen. Jó, rendben, megnézem közvetítéket. Na, még egy dolog, amire nem kérdezett rá, de elmondom, jó? Hallgatom. Nem tudom, hogy ők igazából összedolgoznak-e, de van egy társaság a városban. Igen. Akik szándékosan lehallgatják az önök beszélgetéseit, igazoltatásokat, mikor bemutatkoznak, figyelnek az önök neveire, és azáltal tájékozódnak és információkat árulnak a fekete piacon a rendőrségről. Nevek, hogy néznek ki, fotókat csinálnak magukról, távolról, egy rabláson, bárhol figyelnek a beszélgetésekre, és az információk alapján, amit árulnak a fekete piacon, az alapján tanulják meg a bűnözők, hogy ilyen esetben, mint ahogy én is most kerültem, mit mondjunk, és kivel hogy kell figyelni. Ilyen személyiségjegyeket szoktak leírni, és azt árulják a fekete piacon. Például, mondok egy példát, legyen mondjuk Szabó Áron. Szabó Áronról is érdemes tudni, hogy agresszív, oda van a börtönosztásért, szereti a fegyvert használni, stb. És ez alapján, az információ alapján a bűnözők tudják, hogy Szabó Áronnal vigyázni kell, mert agresszív és szeret lövöldözni, érti? Igen, értem. Szóval, hogyha legközelebb valami igazoltatást végeznek, vagy bármi ilyesmi, akkor figyeljenek oda a környezetükre, mert bárhol ott lehet valaki, aki hallgatózik és képet csinál. Rendben, ezt figyelembe vesszük. Jó, megvan. Akkor az úrnak ízzel kiállítok számlát, rendben? Attól függ, mennyi lesz? 10.000 dollár. Együttműködő volt az úr, ezt beleszámítom. Figyeljen! Mondott információt, ami hihető volt. Igen? 10.000 dollár? Hát annyiért szerelem a kocsimat. Majd nem akarok itt hősködni. Egy 25.000 dollárt nyugodtan odaér, ha tudom úgyis, hogy jó helyre megy a pénz. Jó, rendben. Legyen egy 25.000 dollár, jó? Milyen? Kérni az úrnak a bőkező nevét. Az úr itt. Na, nem bőkező, de... Tollat, majd a jegyzetömbömet is előkapom. A jegyzetömbömet, a büntetőcsek füzetemet. Elkezdem kitölteni az úrnak a neve. Kolompár Sub-Zero? Így van, Kolompár térkép. Sub-Zero. Köszönöm szépen! Kolompár hát, térkép Sub-Zero. Ez a beszéd. Még én is elfelejtem, még maga jobban emlékszik rá, mint én. Hát... Azért mégis itt vagyok. Jó, rendben, szépen kiállítom a csekket, átadom az úrnak a tollat, írja alá, kérem szépen. Alá is írom. Rendben, 24 órán belül. Hát de uram, figyelj, ez csak 15.000. Igen. Hát uram, nem baj. Maga hát is de ha adok egy utasítást, azt máskor kövesse, kérem szépen, nem akarom. Ez nem tudom, mert sajnál engem, vagy nem tudom. Nem sajnálok én senkit. Biztos? Igen, biztos. Nem vagyok fogyatékos, meg izé. Én ugyanak a felkövetőkkel. Azt, hogy nincs annyi pénzem? Lenéz engem, uram? Ne. Szó sincs erről. Ajánlom is. Ez rágalmazás. Szépen visszaadom szépen itt a rádiójába az ellemet, a golfütőjét, a boxert is visszaadom az úrnak, a GPS-et. Na ez a beszél. Az első kihallgatásom, ahol nem üres kézzel távoztam. Illetve adok magának egy forró teát, ezt így a veg, mert meg fog fázni az úr. Uram, most nézem, itt a telefonom nézegetem. Maga látom a Twitteren nagyon komolyba tolja a Twitter. Láttam, posztolt az egyes banknál. Ja, igen, Black Lives Matter, all the way. Még szép. Na jó, mehetünk? Én úgy vélem, hogy mehetünk. Akkor mehetünk. Jöjjenek, kérem. Kérem, kövessen. Jaj. Belebotlottam a... Ne, vigyázzatok, nehogy elcsúszhatok, itt fel van most valaki. Hát külön, ne is, az előbb az meg... Egy életre kiroppant a hátam. Szólok majd a SWAT önökének, hogy valamit csináljon a takarítókkal. Aja. Szóljanak nekik, ez, hogy várják meg, egymás közt maradjon, de szerintem a sheriffség jobb, mint a SWAT. Hát csicska SWAT. Én ezt mondom. Köszönjük szépen, köszönjük. Merre kell menni kifele? Egyenesen le. Balra. Ja, hogy most... Ja jó. Akkor igen. Jó napot, elnézés, rossz az utasítás, amit adtam magának. Akkor nem mindegy. Nem bajok, erre is kimehetünk. Akkor erre is kimegyünk. Akkor itt egy balos. Balra index. Köszönjük az együttműködést, uram.
Én köszönöm ezt az emberi kihallgatást. Köszönjük szépen a viszontlátást. Csak a serifség! Ilyet a Nokik szoktak, akik éppen funolnak valakit, Dani. Hát de én nem Noki vagyok, érted? Én azt mondom, hogy csak a serif, akkor csak a serif. Segíthetek, uram? Attól függ, miben? Nem, csak hogy idejött, azt hittem kérdezni akarom. Igen, milyen nap van ma, nem tudja? Ma, uram, tisztelettel. December 7-e van, ami azt jelenti, hogy csütörtök. Bazd! Mennem kell nyilatkozni, kurva élet. Már ki se veszek már autót. Van még fent valaki? Senki nincs már fönn. Ja, Istenem, Istenem, Istenem. Olyan HCRP volt, öcsém. Láttátok ezt a HCRP-t? Amúgy mióta illegálban vagyok, ez az első... ez az első kihallgatás, amin részt vettem, képzeljétek. Mit gondoltok erről? Itt vagy, Benito? Durranhat a izé? CSGO. Szia, Gergő. Hát mert hol? Nem jó az off-stream, Benito? Off-stream sokkal jobb szerintem, tudsz nyugodtan izé... Tudod, mire gondolok. Felrakni a kocsira a téli gumi, bassza meg. Azt látom, azt látom. Tessen már félre húzódni gyorsan egyre. Hát bazzik, most jöttem a rendőrségről. Most hallgatott ki az egyik serif. Jó napot kívánok, uram. Jó napot. Jelvényt mutassak, hogy nem muszáj. Mutasson kérem szépen, tudjam kit kell bepereljek, ha nem helyesen jár el. Ja persze, uram, tegye meg. Parancsoljon. Köszönöm. Tisztelettel, uram. Az szép. Kirigálom. Tisztelettel, uram. Jogosítványt, illetve forgalmit, amennyiben saját a gépjárban.
gépjármű nem az enyém, hanem anyámé. Jó ostványt azt megadok. Bassza meg, ebben a városban senkinek nincsen saját autója, amúgy arra jövök rá lassan. Vagy forgalmia. Vagy forgalmia, ja. Megkérdeztetem, hogy hívják az urat. Kolompár térkép Sub-Zero. De hívjon csak Kolompár Sub-Zero-nak. Tökéletes lesz, uram. Születési dátum. 07-08-1990. Köszönöm szépen, uram, ez az együttműködést, a viszontlátásra, és további szép napot szeretnék kívánni. Én is további szép napot kívánok, hello! Figyeld, a bedeszt, figyeld! Igazoltás után... Kiszi, átugrottam a csalát. Azt a kurva. Arra gondoltam, mennyi az idő? Még fél órát szerintem izé. Megyek, megpróbálok túszkodni. Várjál, micsoda? Hood? Ja, azt hittem megpróbálok túszkodni, geci. Kis RP. Átöltözök. Ilyen izé. Nem veszélyes öltözetbe. Várjál, mert nem tudom mi, mert van amelyik ruhán fasz van. Csak nem tudom miért. Ja, ez jó lesz. Nem tudom, szerintem a Jaci rárakta a ruháimra a faszokat, vagy nem tudom mi. Köcsög. Dehogy is. Kiveszek valami szerényebb kocsit. Szia Zola, hello, 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 hello. Kiveszek egy szerényebb kocsit. Jövök én is, nyugi van, Merti. Na durranok én is. Hát hol van meg pattog, tudod? Hol van meg pattog, srácok? Normálisan nem megy ennyivel. A hó miatt, meg a pattogás miatt megy ennyivel. Meg 1.9 TD-i, mit akarsz? Ne nézd az 1.9 TD-t, jó? Légy szíves. Szia, minden rendben? A helikopter az füstöl, az nem azt jelenti, hogy minden rendben. Halló? Hoppere, vejtél, vejtél! Kösz szépen! Gyere, játsszuk le hógolyóval! Jök az úrhoz, teszek rá egy bilincset. Köcsön. Éj! Papikám, ki van roppantva? Meg akar bilincselni a gyerekkel, meg akar bilincselni! Ez hülyeség!
Lőjétek le a faszomba! Tegye fel a kezedet! Állja meg! Lőd le! Tálja! Lőd le! Bezártam a izét és a Volkswagent is. Szóval eljönni nem fognak tudni. Nem hiszem, hogy van benne cucc, de megnézzük. Hát itt nincs. Vagy nem raktam vissza a cuccokat a felső részbe, várjál. Azért nem tudtam elővenni, le akartam ütni boxerral. Máskor szóljatok rám, hogy a fegyverimet tegyen vissza fel. Érted? Ez a hülye meglőtt, érted? Normális ez? Nincs ebben semmi, mondom. Volkswagen-emet kiveszem. Ja, tudom. Több mint valószínű fejben lő, hogy gyermin az NPC. Ezért mondom, hogy szerencsém volt. Nincsen frakia. Gyere ide a kurva nyárod! Gyere ide a faszopó! Gyere fussál csicska! Most tényleg írtak reportot, de mi a faszér? Nem tudom. Kíváncsi leszek. Cső, Dani. Cső. Te basztad-e? Nem, egy városi basztál, miközben beültem ja, a kocsiukba. Ja, azt hittem, te basztál. Te büdös köcsög, szálljál ki? Na, szépen beszélj, lesz... mikor itt van az admin. Ja, jó, bocsi. Sziasztok, na, irattartómat kivettel? Én pakoltalak most ki, de elkezdtek futni a társid, aztán elfelejtem el erpézni, ezt ne haragudj, érte? De... Tehát irattartó a társad futottak rám késsel. Elveheti. Irattartót? Persze! Mi nevetnél? Hát tudtam, a szemigazolvány nem lehet elmenni meg. Hát dehogy nem, méghozzá izé, a rendőrségem majd azt fogom mondani, hogy én vagyok te. Így van, ez illegál egyik lényege, hogy te személyazonosságodat használni, és ővére vagyunk ki. Beteg vagyok. Bármikor elveheti, ebben tárgyakat, meg ilyeneket nem lehet. Kösz szépen a rédet. Volt, és kösz szépen a szubot. Az baj. Na, hogy történt? Mi történt? Jó. Annyi, hogy én itt álltam, a srác az ok nélkül beszállt a kocsinkba, azt elvitte, meg akarta bilincselni itt a öreg urat, aztán regebettek valaki elbaszott, hogy ki, azt nem tudod. Na? Nekem videóm van arra, hogy miközben beültem a kocsiba, az NPC baszott el. Igen, de miért akartad elvinni a kocsinkat, Dick? Hát felszültettem a srácot, hó. Igaz, igaz, hogy hógolyóval de... dobáltam. Lehajoltam igen, de... hozzá, mondom, teszek rá egy bilincset. Igen, de izé. És nem tart... De várjál, hadd mondjam végig. Tehát a társad, hiába mondtam, hogy teszek rá egy bilincset, azt nem tartotta be. Elkezdett futni és sikítozik, hogy izé fel lett szólítva, meg el lett kapva. Vagy te idejössz a kocsival, kiszállsz, és össze-vissza hadonászol a fegyverrel, nem rám célzol, csak össze-vissza nézel. Aztán rám fogtam, beültem a kocsidba. Nyilván lelőhettél volna, tudod mekkora szerencsém volt? Jött egy NPC 120 és elgázolt téged, ez volt az én szerencsém. Másképp halott vagyok. Azért, mert én meg rád lőttem a lábadra. Hát, ez nem sikerült.
Dehogy nem, én nálam fröccsent a bér. Hát azt értem, csak úgy értem, hogy nem sikerült az akció. Hát ez nálam meg kifugyott a golyó. Az akció akkor sikeres, amikor tényleg megtörtént. De az Isten fasz a NPC-t is, bazd meg. Hát ez ilyen? Baszomban. Pedig meglettem volna. Hát meglettél volna, ha ez a geci NPC nem baszol. Nem baj, ne aggódjál. Hát azt hittem egy ember baszott el, mert egy autót láttam elmenni még utánad. Nem, nem. Egy NPC volt, aki velem van, lett fizetve. Folytathatjuk a bujt tovább. Fizetve! Persze, utalazom neki 20 000-et. Az NPC-t. Beírod, hogy... 50 000-et küldtem. Beírod a chatbe, hogy per NPC és 20 000. Mennyit? 50 000-et? Kinek, Dick? Mi? Beírod, hogy per chat? Mi? Nagyon magad próbáljátok. Na, mi legyen, Bobby? De az meg én most tényleg megpróbáltam. Próbáljuk újra, vagy? Nem, aki el lett gáz, az menjen kórházhoz. A másik kettőt meg majd... Ja, vigyétek el társadalmat. Most jöttek értünk, most jöttek értünk. Ha NPC elütötte, akkor vigyétek el kórházba. Azt akkor vissza ki lesz? Onnan, abból lett vagy van. Aha. Veszi, Bobby, te. Van lőszered akkor, Choice? Lőszerem? Most előttem mindent. Cső. Itt ez a gyúlat, te! De ne ütögessél! Baszd meg! Van egy free fegyverem, srácok. Ezt el is felejtettem lerakni amúgy. Miért nem rakom le? Lerakom már a faszba gyorsan. Egy férfiben se bízzál meg szerintem. Minden jó van fejedben, Rocky. Csak a pinádat akarja. Így. Azt úgy se kapja meg. Ez ennyi mét. De szép Subaru. Köszi. Szerencséd volt akkor. Hogy tényleg jót megy a kocsi. Legyen, hogy lovaznak, Lici. Hova vigyelek? Már is fel az autómat, vagy nem tudom, inkább be a városba kérlek szépen. Én nem megyek a városba, baszod. Paletóba megyek. Ez a izé! Ez a kicsi, buzi kicsi hardi. Átnyúlok az öletbe, teszek egy bilincset így a kezedre, jó szorosan megszorítom. Mi most beszélgetni fogunk egy kicsit, jó? Ugye behozzak a izébe, fajtába. Kulcsot kiveszem itt a gépjárműből szépen. Megerőszak van. Itt olyan erőszak lesz, öcsém. Tálják ki?
A megbilincselti, kirúgjam az ajtót? Kinyitom itt az ajtót gyorsan. Átnézem az úrnak a ruházatát. Tedd fel a kezed. Ez jó lesz nekem. Gyere ide a sarokba. Hogy hívnak? Marcelito. Hogy? Marcelito. Hangosabban nem tudsz beszélni? Marcelito. Marcelito, hova tartozol? Na sehova. Nekem ne hazudjál. Hova nem tartozol? Hazudok. Mondom sehova. Vedd le a maszkod, lássam a fizimiskád. Geci, milyen szemed van már, te hülye? Nem tetszik. Maga vagyok az ördög. Meg a pokol. Saringanom ma. Figyelj, mivel már nincs rád szükségem. Kérlek, nem lőlek le, ne aggódjál. Én megfogom a fegyvernek a markolatát, és jó fejbe váglak, hogy elfelejtsél, jó? Azt megbeszéljük. Felemem a fegyvert, fejbe vágom az urat. Így van, én is így vagyok vele. Cső. Amikor megtudtam, te vagy, azt hallod. Ez a minimum, ami jár neked azért, hogy hirdetted a csatornámat a DC-ben. Mi az a csatornádat a DC-ben. Ez a minimum. Gyere! Tudok vele valamit csinálni? Mi? Semmit? Bazd meg! Ki lefix az apát, fasza? Ja, a vadász meló kell hozzá? Attól vettem az adást. Capisce? Menni kell keresni rablásokat, felajálkozni, túsznak, hallgatózni kicsit. Legyen majd mi infót adni a rendvédelemnek, ha elkapnak. Nem hiszem, hogy lesz cső. És ilyen kedvem van így izé szólózni, civilkedni, így baszakodni egy kicsit az emberekkel, köcsögnek lenni, meg ilyenek. Mentek izé, mást játszani, van aki aludni, meg ilyenek. Hát viszony, azért maradtam egyedül, hogy nyaljon vissza a fagyi. Valamilyen úton, módon, érted? Igen, nem zavar.
lyukat itt nem rabolják, létezik. Hát nem hiszem el. Unbelievable. Unbelievable. Ezt figyeljétek. Nem. Ezt ne figyeljétek. Ezt csak már mutattam, hogy hogy ne csináljátok, jó? Ez egy tutoriál, hogy how to know, not to do this. Szerelők olyan? Vannak. Néz ki. A csaj a szerelő? Hölgyem, maga a szerelő? Hello. Hello, maga a szerelő? Igen. Ha lenne törjön már a körme, akkor a körmei vannak. Na ugye? Adj ide szerszámokat, megcsinálom én maga helyett. És ki is fizetem. Na egy szerelést hát kérnék, akkor, hölgyem. Akkor ha meg szeretnéd csinálni, akkor hajrá. Dehogy is, csinálja maga. Kinyitom a mozét, beülök az autóba. De úgy szerelje már, mint a Transformers-ből, hogy a hölgy úgy felfeszített a motorházszető tetejére. Emlékszik arra részre? Így csinálja? Így. Amikor Megan Fox így bepucsított a motorházszetőnél. Megan Fox. Magad akar engem gázolni? Nem. Annyira hát de már összetörtem, nem kell a szerelés előtt összetörni. De igen, de majd megmondom, hogy miért tudom ezt a kíváncsi. Ja, tudom, rá. tudom miért csinálja. Hát akkor... Hát tudja akkor... Azt a tabletet az hogyan nyomkodja az ujjával? Hogy törik a hibakódokat? Azzal ja, nagy körömmel. Hát ez úgy van, hogy már így csak ránézek a tabletra. Uh-huh. Én hangvezérelt, és akkor úgy... És én ekkora körmökkel... Neki, mondom neki, hogy Alexa, csináld ezt, Alexa, töröld ki a hibakódokat. Aha. Ez hogy mindent is lehet. Feltehetek egy személyes kérdést? Persze. Hogyan törölnek segget a hölgyek ekkora körömmel? Ez egy nagyon jó kérdés. Hát bidét használunk, uram, bidét. Micsodát? Bidét. Bidét? Aha. Segmosó. Hát igen. Segmosó? Igen, bide. Így még nem hallottam, de ma is tanultam valamit. Csavag? Hát, baszki. Megéri fölkelni minden nap. Ugye? Vigyázzon, mert egy fél perc múlva törlődik a... izé... a vas. Nincs tudom. A vas. Szerintem így jó lesz, ja. Szerintem is jó lesz. Nem tudom, miért van az a magas sarkú... Milyen magas sarkú? Nem vagyok hát, magas sarkúban. Hát magas sarkúban van kitámaszva a turbó, hát te maga támasztotta ki? Mi? Mindig jó van, az csak menjen, nem szóltam semmit. A maga tudását én nem kérdőjelezem meg. Szerintem se kérdőjelezzük meg. Szerint aztán halljam, ahogy beszél Alexához, haló. Alexához beszélgettem. Hát elbeszél az úr a figyelme már. Szegény Alexa itt dolgozik. Menet közben, majd mindjárt megoldjuk. Nem, és akkor ne szólaljak meg, most megtiltja, hogy beszéljek? Hát... Ez, ez néha, nagyon szexista. Néha... Ez most szexista nagyon. El akarja hát, nyomni a férfit? Nem elnyomom, egyenjogúság van. Nem úgy volt, hogy hát mégis kussoltatni akar. Hát azt nem mondom, hogy kussoljon. Ilyen csúnya szavakat én nem használok. De bidét azt használ. A bidét az természetesen. Azt az fiúknak is jó ez a bide? Hát persze, így van. Hát én csak slagolni szoktam, de majd megnézni, ránézek a bidére is. Slagolni? Hát persze, bepucsítok a slag elé, aztán érted? Jó, és nem kúszik fel a slag? Tehát így nem, nem, mert tudod, vettem ilyen a piacon ilyen csapot hozzá,
hogy amennyire ja. szorítod, annyira szór ilyen, ilyen, hogy is, hát ilyen, mint a magas nyomás, tudod? Magas hát, nyomás. Hát konkrétan aha. leborotválja a seggemet a szartól. Na, hát az úgy már valami. Csillogóra. Az... Csillogóra mossa. Csillogóra. Aha. Az biztos. Fél érte? Percig olyan illata van a seggemnek, mint a víznek. Utána újra szaros. Aha. Kész vagyunk, utána hölgyem? Utána bele kell feküdni, pillanat, utána bele kell feküdni ilyen, hogy mondják ezt a mindjárt. Megan Fox-os pózba. Illan, azt mondja eszembe itt a szó. Nem, levendul a virágtengerbe, igen, és akkor illatosabb lesz, nem? Á, nem, RP-zek, kurókám. HCRP van. Tessék, ne haragudj, nem figyeltem, mert elvette a figyelmem, nem tudom, mi vette el, most nem tudok mit kitalálni hirtelen. Az baj, az már baj. Jó, de most mit akar csinálni? Hadd kérdezzem már meg, mielőtt hozzányúl bármihez is, mert drága volt. 400 000 dollárért tuningoltam fel a kocsit, szóval úgy nyújkáljon ott a motorház. Az még kevés is volt, nem csak meghúzok itt fel dolgot. Hát egy olyan kocsira, ami a boltba 25 000? Hát nézd, most hogyha megnézzük az új árakat, akkor egy, ha nulláról indítok egy autót, és még mondjuk szeretnék rá valami szép kamionon szint is, akkor közel a 4 milliónál áll meg. De ki akar kétszínű lenni? Hát én nem tudom, hogy sokan akarnak, én mondjuk nem nagyon szeretem ezt a igen fura szín, de hát kinek mi. Nekem elég az egyszerűbb szín is. Azt most mi, hadd kérdezzem már meg a hölgy, hogy most mit csinált a motorház, nem magyarázt el, hogy mit csinált. Hát ne örökké beszéltet, akkor hogy magyarázok bármit, hát, amúgy. Mondtam, keresen rá időt. Mondtam, hogy itt van egy-két dolog, amit még itt kicsit megfúzok. Hát nem ám, itt így elbassza a váltót, azt berakom egyesbe, azt elindul hátra fel a kocsi. Á, nem. Azért meghagyjuk ezt Punci Mágnesnek, jó? Hát nem Punci Mágnes, ez a boltba járósom. Punci Mágnesnek, Punci Mágnesnek ott van a Charger, a garázs, meg ilyen izé. BMW-k. BMW az nem autó. Tessék? A Mosszmánteres BMW-t ne bántsa, jó? Az nem autó. Az autó az nálam azt kezdődik, mondjuk egy Hummer, az már autó. Na figyeljen, ne sértegessen, jó, mert ki akar, hogy fizessem a szerelést, éneket nem mondjam. Nem kell kifizetni, nem kell. Na hát ha a BMW nem autó, akkor maga meg nem nő. Nem vagyok nő. Oké, hello, szia. További szép estét. Hello, szia, hello. Nyíljen meg ki! Nyitva van, csak nálad nem. Hát jó van, nálam kell kinyíljön, nem nálad. Vroom vroom vroom. $14 millióért vettem. Senki nem rabol, bazd meg. Túsz akarok lenni. Állj, van a piac. Criminal. Még a fegyvert azt le kéne rakjam. Ezt figyeld, fi. Nem kell véletlenül túsz. Azért máskor állnak, keresek a túszokat, geci. Ja, bolond, a bolond! Méghozzá rendőr! Tudod ki a bolond? Ez nem a rendvédelmi sínyolc? De. Elkötött a kegé rendvédelmi sínyolc a srácot. Nem, ez az enyém. Hát nem mászkáltok vele a rendvédelmi sínyolc. De lehet. De megkérdeztünk egy ilyen... egy ilyen angyalkás. Hogy hívják? Nem tudom, de ilyen community manageros, cuccos. Akkor biztos buzi, na jó, nyomjátok. Biztos buzi. Bazzik, sehol nem egy rablás, bazzik.
Na valószínűleg késő van, az lesz a baj, mi? Késő van. Na, és két, amúgy... Két frakció az, ami így normálisabb, abból az egyik az... Hát az akkora frakció, hogy az nem kéne, nem kellett, mert a fő, akinek 6 darab frakciója van egy embernek, a másik nem mi vagyunk. És mi vagyunk ebből a legropisabbak szerintem. Sőt, itt a kompak az egész város néve. Tiszteletem! Szevasz, svájci, mi a helyzet? Nem megyek, most kedvem van RP-zni. Google-val nem látszok. De hogy pakolom ki? Áda? Igen? Tárgyaszak velük? Szia! Hello! Én is túsz vagyok, jó? E jó, oké. Na majd mondod. Csáó. És fejekben hogy tetszik nektek az új GTA? Az igen. Milyen hát lesz? A trailer azt tetszik, csak kettő mire kiakab a PC-re. Ja. Három. Három, ja. Ja, most akkor te túsz vagy? Persze. Ja, jó van. Van nálad valami illegális? Persze, fegyver meg 200 lőszer. Csívasz meg. Az igen, de zsú. 24-ig lehet csak, mert megbüntetnek, elveszik. 25-ig, ja. Kidumálom, hogy van a verre a fegyverengedélyemet is. Jó van. Ha nem bírod el, akkor átadhatod. Hallod, két különböző fegyverengedélyem van, érted? Ne féljél. Nekem is amúgy vágod. Én vagyok Nikolász Diesel. Ja. Diesel Nikolász. Meg én is valakinél ott vagyok. Szóval semmi rosszaságot, ne csináljátok a szemeimmel. Aha. Jaj, kopognak már rendőrök már ilyen. Vagy ki kopog? Egy kisfiam azt mondja. Nem tudjátok, meddig lesz még hú amúgy. Angyal ügyünk van. Igen, hol? Van az angyal. Te kutya, ez megdög lesz. Te kitopál. Ezt te külülről. Na ne ugolj az a vécés parkba. Eddig szépen elbeszélgettem itt. Adjon. Vissza kell szerezni a csíjjel. Ne dobálj, ne meghal. Vissza kell szerezem a csímet, mert csúnyuló. Hello, uram! Kutyáidat sétáltatod? Hallod, nem mered a rendőr ledobni, hogy kibegyünk. Jó! Már kapott egyet a kopasznál, ugye? Na, megnézték, hogy tükröződik a padló. Megtörölgetem a kopasz fejét. Nem is akarom átnézni, nem érdekel, mi van benne. Piros hajú. Mondjad! Bejön a rendőr, dobd a fejbe. Én megüllem. Na mi zuvam? Angyal egyben neki. Hol van az angyal? Azt hittem ott lent. Vagy nem tudom el, de elvitte őket, hogy megnézem. A csoda, hogy mámul nem söprögettem amúgy. Itt a közeli publiknál vannak. Hát menj, szalasz ki, lőj le egy-két rendőr, azt miért söprögetni, ne aggódj el. Hát az a baj, már máma négyet lelőttem, nem volt belőle semmi.
hozzá le lett terpézve minden. Úgymond nem direkt lőttem el, de benn volt tudod a menekülésünkbe. Meg volt 3 felszólítás, 3 perc letelt. Beszorultunk, lőttünk, ennyi. Az igen. Megmeszedegetek hógolyót. Jelenleg tart még ilyen. De gyere vissza azért. Vissza jövök, csak hógolyót szedegetek. Jó, jó, nyugodtan. Épített egy hóembert is, ha gondolod. De... Egy hórendőrt. Mert építek az egyik rendőrautó elé egy hórendőrt. Az ima részénél tart. Ki az ima részénél tart? Azt hittem már kint van az angyal, bassza meg. Nem, mert a srácok azok nincsenek itt. Tehát valahogy beestek a föld alá hárman, akik pakolták. Pedig most még ordítoztam is. E30-am, ahol van? Fogalm. Hát igen, én vagyok. Akkor le lehet foglalni? De ne, hát mi, akkor mivel megyek el? Hát akkor miért nem hozza ide a többikhez, hogy maga ott akar a hátra? De én túsz vagyok! Jaj, értem. Ja, jó van, akkor hát túsz. Csak mondta, hogy itt izé imádkozik, meg ilyenek aztán. Ja, ki jött szedni egy pár hógolyót? Jaj, ja, legyen mivel dobálni. Én nagyon hívő vagyok, uram. Na jó, akkor nem foglaljuk le. Hogy kell hóembert építeni? Oké, sok is. Szívesen. Aztán jó, 50, kb. 30 darab fogoljuk el, vagy 50? Mi? Olyan sok, most akkor még se építek. Hát az ne, első, az olyan az sok nem kell hozzá. És utána 5-5-5. Fejéhez, személyhez, stb. Megépítem ide a másikat. És itt marad, azt majd valaki belemegy. Te úsz úr, most már visszamenne a bankba, azt mondja, persze, hogy persze. Köszönöm szépen. Úgy élvezném amúgy. Mit élveznél? Jó pillanat. Angyal akar lenni. De az meg kell halni. Ja, tudom. Szép napot. Szia. Te angyal akarsz lenni, ha felejtsd is el. Na csak mi lenne a vizsgán a képből, melyik a torkodra tartom a fegyvert? Úgysem lehet meghúzni. Mindegyik épségben van. De most megdobtam a fegyvert a kezedbe és nem ejtetted el, hogy a fasz? Ő agyatlan. Nem, hát egyszerűen van a kezdet. A fekátülös az agyas, meg itt a vörös külmása agyas. Becenem. Így van. IB Turbo. Nyugodtan. Mosógépet kifizettem. Vajon 10 éve szerencsétlen csáút ezzel szivatja, geci. 3 személy plusz van. És a grafikusnak? A túlszépségben. Már a grafikusnak is vettél mosógépet, nyugi. Akkor jó. Annyi rúd van még? A
tuszoknak nem esett bántodásuk semmi? De. Ellőtték a lábom. Engem meg megdobáltak hógolyóval, és hógolyó közepén kavics volt, és betört a fejem. Csak nem látszik a vér a hajam miatt. Ő is tűzik a hógolyóba. Én is túsz vagyok amúgy, igen. Na jó van. Akkor az urat megdobták kavicsos hógolyóval, a másik úrnak megdobták a lábát? Így van. Szétbaszták a fejemet hógolyóval. Az egész. Egy szavát se higgyék el. Hát de nézze meg, hogy vörös. Ő is balesetezett a Volvojával a bank előtt, úgyhogy ő abban kérült meg. Nem. Ő pedig akkor állt potyag a földön, hogy bevert a fejét. Szóval neki csak az a baja. Az úrnak melyik lába fáj? Hú, én nagyon beteg vagyok egyébként, uram. Ez itt. Bandika, adjál nekem forró teát? Jobb boldog. Gyere csak. Ja. 865. Kicsit torzsolt itt a bokája. Milyen jó hajszín van itt az úriembernek. Nézd meg, figyelj. Hogy itt a... A G-cséret mellé 20.000 dollár is kéne járjon. Jó, lehet, hogy orvosi segítségre lesz szükség. Legalább meccsül a maszkunk. Az egyik urat egyszer fejbe találtak. Gyere, mi a száma? Ja, nem kell, ne hívjanak, hogy nagy már hívjon mentőt. Várjál, ezt így nem adom oda, mert ezt úgy veszi mindjárt. Nem, a túszok megsérültek. Kemoterápiával lehet ezt, hogy a bőr alatt vasból vagyok. De csak a bőr alatt vagyok. A terminátor. Mindenhol. Jövőből gyűjtem. És ráér, akkor... De esetleg szerintem azt mindjárt kidobom itt az aksimat a melkasomba, az felrobban a félvilág. Ne, ne, azért ilyeneket ne csináljon, várjál. Majd akkor a kocsidánál látja, látja, sántítok. Látja. Uram, akkor hallgatom a követeléseket. Látja, normális vagyok, ez a mai világban. Én is kinézünk a bankból, akkor jobbra. Tehát arra felesztek. Ez így megfelel a szolgáltatásért. Engem küldjetek majd előre, megpróbálom a rendvédelem és a kocsiját szabotálni. Kettőért. Rend. A vörös hajú úriember fog kimenni először. Én is megyek. Mindenki megy. Minden jó, nagy RPZ-sek vannak. Ezt kitalálték igazán egy irányába, úristen. Azt nem tudom. Kaszinó irányába akarnak menni. El vannak tévedve, jó, fele utaltam, ha jó, fullas. Kösz szépen a kest amúgy. Ja, nincs mit, nincs mit. Hát el tudsz fordulni, nem kell azt a negyedbe menni. Nekem akartok pénzt adni. Igen, igen, tudom. De már az első után nem van, az már 350-nel túl van. Az nem elég. Érted, vezetlen. Ő mondta, hogy a barát előbb lefordulni. Ki mondta? Ki mondta? Rendben, akkor a vörös hajú úriember, kérem, hogy bár egy előbb lemértem, hoztam a centit, meg mindent. Szeretnénk a vörös hajú úriembert odaadni, plusz az agyatlant. Akkor ez volt a két túszunk. Nem tudom, ki fogta be egy... Engedjél át akar nézni? Mindenképpen hát figyelj, van nálam. Hát van nálam egy ilyen hátra összeegezett boxer, meg egy golfütő, mennyi van nálam. Az tökéletes, köszönöm szépen. Jó, hát én mindent meghagynék. Boxer az hol található az urán? A boxer az a melkosomba a zsebbe van. Jó, itt a kabátjában? Igen. A jobb keze, nem érti meg, az a boxer, úgy hívja. Pazafukszom. Vegyem elő? Mármint a boxert? Nem kell uram, csak hogy tudjam, hogy hol van, és akkor... Azt is. Kelemetlen segít kelkülés érdekében. Kérdeztem meg. Nem akarják kellene venni a fukszom. Elkezdtem átviskálni az úrnak a ruházatát. A fegyver. Elkezdem tapogatni, gyűrögetni itt a első sebet, akkor meg is nézem egyben. Akkor nem kereskedik. Tehát, amit tényleg itt van egy boxer az urnál. Elkezdem tapogatni, gyűrögetni a sebeket. Végig. Yeah. Vételem van. Nézi meg, milyen fukszom van. Látom, olyan szép. Kusolj. Ki az? Pillanat. Ki? Ó. Na, engedjétek már az agyatlant, ki fogta be? Kolbászék. Az út közepén? Kolbászék. Lőtt fejbe kell lőni. Lőtt fejbe. A fekete úriember megy utoljára. Ne lőtt fejbe. Nehogy fejbe, lőd, engedd be. Melyek a sombor. Kiveszem a kalapomat. Ja, megy is el. Meg fog ülni az autóm. Szerintem is. Jó, hogyha sikerül átjöttetni, akkor szóljanak, hogyha nem, akkor is. Azt szokták rendőrök a múlva. Na, Mizu, mehetek, vagy mi van? Várjon, mert... Csak figyelj már, üzd már ezt az agyatlant, hogyha be akar ülni a kocsinkba, mert elengedtük, csak el szokták lopni mostanában. Na akkor folytatom a ruházat átvizsgálás, itt a bal oldalán, és folytatom az úrnak, tapogatom, gyűrögetem itt az úrnak a ruházatát, és elveket is megnézem. Én halkan üssétek be. Talán oké, kis az úrra, a rádiót is, a szörf mentén is végig tapogatom az úr ruházatát, itt a
az urnát találok. Hát ez egytől kapta. Lőfegyver. Amit ott lát, azt ne lássa, az ki elved lett véve, ha érti, mire gondolok. Jó, rendben, megbeszéltük. Jó, tovább tapogatom az úrnak derék mentén, az öv mentén. A nadrág belső felét is megtapogatom óvatosan. Elkezdem lefelé haladni a lábán, először a jobb lábánál. Zsebeit megnézem. Jaj, ez csikis. Elnézést kérek. Jó, találok az úr zsebébe egy irattartot. Az úr fal zsebét is megnézem. Ez mennyi esélye volt? Rendben, haladok a lábszára felé. Nadrágszárát is megnézem, megtapogatom, meggyűrögetem, kicsit felhajtom nadrágszárát, zokniszárát is megnézem, illetve a cipőszárát is megnézem. Hát ez már megvan. Nadrágszár. Nadrágszárát, elkezdtem a bal lábánál is, felhajtom a nadrágszárát, nadrágszárát megnézem, illetve a zokniszárát, meg a cipőszárát. Egy évvel. Azért ez kemény. Egy évvel. Már majdnem testüreg megmutatás. Jó, itt az új zsebe, rendben. Mi van? Rendben a zsebem, nem kell ellátni a zsebemet? Új. Jó, kimen. Tárgyaló vételem, az első túsz kiengedem, átvizsgáltam, minden rendben van. Meg a második is valahol szerintem már kiszaladt, ne ellett engedve. És el lett engedve. Itt van, nézd, itt van. Akkor hello, sok sikert. Hello, köszi, hello. Te uram, át lesz vizsgálva? Persze. A viszontlátás ott az autója. Ja, bocs, nem oda. Gondoltam. Menjen arrébb, kérem szépen. További szép napot. Idejöttek a srácok a kocsiukért, azt átcserélték erre, tudod. Ubisoft. Nagyon jó. Örülök neki, hogy gőzerővel streamelsz. Kevés ember emlékszik, hát most nem tudom pontosan ki vagy, de számít. Ezt figyeljétek, nem fognak észleszni. Vagyok az egyik rendőrautónak a csomagtartójába. Fele nézzél már. Abba kéne pedig, tényleg pont menüt vesz. Geci, de buta vagyok. Gyerünk, siess.
Na megnézzük, hogy mit csinálnak a rendőrök. De itt maradok, végig. Üldözés alatt is. Ezt jobban adnám, hogyha beülök. És... mindegy. Kurva élet. Le fogok bukni. Ti mennyi van? Semennyi. 83-ra jön ki, úgyhogy... Miért van bezárva, kurva élet? Nyomom, nyomom. Dobjuk egy csomit akkor. Tele van ez a csomi. Akkor mehet az enyémbe. Jó. Az, itt, az a baj, azért nem biztos, mert amikor neki ki van törve az ablak az ő szemükbe, nála meg nincs, és ez szar, hogy most... Tisztelettel nem vagyok, nyugodtan lőjék ki, nem számít. Mert nem szabad. Nyugodtan pakolja akkor. Az mekkora buziság lenne, hogy miközben veszik a menüt, én kivenném a csomagtartóból? Az buziság lenne, srácok? Pedig van 50. Még van nálam 20, akkor kollega a bent a Mekiben még egy 10-eset hozzon akkor. Igazad van, nem leszek greedy. Várjunk kollega, itt eddig 2x20 van plusz 10, most vagyunk 50. Jó, most de jó lenne, be tudnék nyúlni. Hát jó, te gondolom, te kivettél belőle rendvédelem is, fegyvertől kezdve mindent. Kivettem azt a 20-asat. Na jó. Elkészültek a Happy Meal menük túlszárgyalók. Happy Meal menük. Itt vannak a Happy Meal menük, itt vannak az autókba, át szeretnénk pakolni hozzá. Nem tudunk bevinni 180 darab meg Happy Meal. Jó, ez van darab, nem 180 darab. Kár, hogy nem lehet előre ülni.
kiérkező. Nem tudom, meddig streamelek még. De most jön az action, az biztos. Szólj nekik, hogy dara lesz, úgyhogy kerüljék be. Ismételten felszólítom, hogy állítsa le. Átülök a sofőr mellé. Ő mögé. Még ez így nem jó, bazd meg, ez így nagyon szar. Bebújtam. Nem, ilyen szóló RP-t tudok most. Hát együtt nehéz sok emberrel ilyen RP-t tolni. Az elkövették, hogy beálltak az? Hát jó, most már mindegy. Úgy, ahogy mondtam, tehát a boliddal megyünk a nem tudom milyen sportautó, nem állunk, csak boliddal megyünk a sportautóra, a Dash 7, meg a Ram pedig a Porsche-ra. Oké. Okay. Indítom 3, 2, 1. Mindjárt jönni fog valaki a chatre, megkérdezi, hogy megint rendvédelm is vagyok. Ez a kocsi, bazzik. A havas úton is. De ő is csúszik elég rendesen. Na, pont egy béna mögé ültem be, he. Istenem. Hát, geci. Nem Infranos, hanem izé, NSX. NSX 2000-es. Hát ez pedig jobbra mennem. Hát az NSX-esen. Vissza meg, geci, hát. Én nem értem ezt a BM-t. Egyszer van benne ték, egyszer nincs. Nem bírom megszokni. Köszi az akciót, kollégát. Amit tényleg, amit én is azt vettem észre, hogy van, amikor a kocsiban van fék, meg normálisan viselkedik. Van, amikor meg kurvára csúszik. Ma észrevettem a Charger-nél is, hogy egyszer tök jót megy, egyszer meg nagyon szar, fura. Nem értem miért. Ezt valaki tudja, hogy miért van? Ja, mind gondolkodik. És hogy... De amúgy... Észrevett vajon? Nem hiszem el, hogy ilyen sokáig nem vesz észre valaki. Nem tudom. Halló, itt vagy? Halló? Halló? Baszol. Awesome.
Afkol a fiú. Jó napot. Nem, a bolidét nem lophatom be, mert rendőrautó. Meg az a baj, 150 méteres körzetben vagyunk, geci. Mi veled? De már nem érem métert, vagy mi van? Így jó, ha odaadom? Nem adhatom át, hogy mutatom fel. 636 feet. Vagy átállítom az izét. Megvan. Ja, 150 méteres körzet, jó van. Akkor turulhat. Csak elmegy... Csak elmegyek a Volkswagenemért, jó? Persze, Matyko. Jaj, véletlen volt! Ó, a fejem! Ó, bassza meg! Minden oké? Ó, kurva! Majd ezt nem magára gondoltam. Hát gondoltam. Hanem csak fájt kicsit. Ez a maga rendőrautója? Nem. Hála a jó Istennek. De ez meg az én kocsim. Melyik? A Volkswagen. És akkor... Elvigyem valameddig a hölgyet? Igen. Hova vigyem? Hát egy garázshoz. Okés. Akarta kérdezni, ki a Skoda? Nem akartam kérdezni. Jó, mert az egyik kolléga éppen igazodott az egyik Skodások a társnak. Én oda sétáltam, beültem és elhoztam kölcsönbe a kocsit. De kölcsönbe, és, mindjárt visszaviszem neki, visszavontatom. Csak magát idehozom publikhoz. Oké. Okay. Hát, meg... Hova vigyem? Homorog az autón? Itt jó, tökéletes. Biztos? Igen. Na jó van. Óvatosan vezess, mert nagyon csúszik. Hát, ezt én inkább magának mondanám. Mert? Nem tudom ki, balesetezett egy 5 méterrel arrébb. Hát az azért volt, mert telefonoztam. A fasz, nem, hanem... Igen? Nem. Nem fogott a fék. Szar Skoda, tudja. Uh-huh. Volkswagen koncern. Igen. Mondjuk ez is Volkswagen. Konszon. És segíthetek még a hölgynek valamiben? Nem, semmi. Csak akkor viszlát. Tessék, okay, nem hallom. Mi? Jó. Kiszállnak a BMW-ből, még a BMW-t is ellopom. Ezt le is zárom a biztonság kedvéért. Nem figyelni fogok, ha kiszállnak belőle. Hát de miért kérni mellé? Nem vagyok oda a pixelpuncér. Hát nem fognak kiszállni belőle, bazdmeg. Nem, azt mondtam, hogy nem vagyok oda a pixelpunzér, mit nem értesz? Srácok, ne írjatok már falságokat a chatem, mert... Nem látom az utat.
Na jó. Ennyi kiszórakoztam mai napra magam. Elég volt, míg a vodot fel is kell töltsem, meg ilyenek, szóval... Elég volt. Á, már nem lesz C2. Nem, vodot fel kell töltsem. Fejezzétek már, mert miért kell spamelni? Na? Basz, spamelsz! Ja, Istenem. Ó, bazd meg. Na! Ne sértegessé engemet! Jó? Fasz ki van. Nézzétek a C-t, jó? Yeah. Jó lenne, hogyha Amazon valami izét beszél. Nézzétek a C-t. A C-t. Konkrétumot. Ez mi ez a küldi?